Nyolcadik fejezet Másnap reggel a Brennernek, miközben a szűk Bergstrasszén kaptat felfelé az aranyozóhoz, még mindig a mandul körül járnak a gondolatai, hogy tudni illik anyagkendője még zöldebbnek tűnt, mint korábban bármikor. Jól lehet, abban az időpontban már csak két gyertya égett az Elnjárringer nappaliában. És ez a benyomás talán összefüggött a Mandel vörös fejével is, mert a zöld és a vörös köztudottan szép kontrasztot alkot. – Na itt aztán semmi keresni valód! – üvöltött a mandl. Mire a Brenner halkan? – Nekem mindenütt van, mandl. – Mindenütt keresel, de semmit sem találsz. – Tudod, mit találok? Azt találom mondani, hogy befoghatnád a szádat. – Na ja, a számat! Már megint tartsam a számot. Köszönt meg az aranyozónak, hogy olyan sokáig tartottam a számot. Arról, hogy miért repülték ki a rendőrségtől. A tanárnő megközben azon fáradozott, hogy hát szóval a kvázi a kárenyhítésen. Megkísérelte megnyugtatni a mandült. De a mandülnek már kicsúszott a száján a mondat. És most útban az aranyozóhoz, a Brenner erre még mindig nem képes meglelni a megfelelő rímet. Miért vette őt védelmébe az aranyozó? És miért nem írhatott a új hírek arról, hogy a rendőrség az aranyozót gyanúsította? Végtére is aztán ez elégtétel lehetett volna a számára. És egyáltalán nem a Brenner ötlete volt, hanem a nemecé, hogy az aranyozót gyanúsítsa. Az utolsó szakasz az aranyozóhoz vezető úton olyan meredek volt, hogy néhányszor meg kellett állnia. Szeptember 12-e, de már reggel olyan meleg, hogy rögtön kiver a víz. És a Brenner egyáltalán nem kedvelte, ha már reggel dolgoznia kellett. Mert neki igazából csak délután jött el az ideje. Délután kettő, három, na, ez volt az ő valódi ideje. De most, ahogy megérkezik az aranyozó kastélya előtti parkolóba, és ránéz az órájára, momentán valami kellemetlen érzése támad. Mert kilenc múlt hét perccel. És hát gyakorlatilag percre pontosan 12 órával ezelőtt tűnt fel a mandl a tanárnő nappaliában. Viszont ma nem a mandl, hanem a Brenner volt az, aki bejelentés nélkül csöngetett egy ház ajtaján. És ha mondjuk a Mandl meglepődött 12 órával ezelőtt, akkor a Brenner semmivel sem kevésbé lepődött meg most. Mert alig hihette el, hogy az aranyozó maga nyitja ki az ajtót. Na most, képzelje el egy amolyan pompás főúri székhelyet! Szóval a Brenner azon se csodálkozott volna, ha egy hamisítlattan komornyik áll az ajtóban. Vagy mondjuk minimum egy szobalány. De hogy egyszerűen maga az aranyozó áll ott, kék joggingban. És azt mondja. Isten hozta! Talán előbb telefonálnom kellett volna, mondja a Brenner. Hirtelen lelki furdalása támadt, mivel az aranyozó olyan barátságosan fogadta. Nem vagyok benne a telefonkönyvben, mondja az aranyozó. És most bélyen a Brenner szemébe néz. Mert szóval az aranyozó olyan fazon volt, na, hogy is magyarázzam meg neked. Ha valakire szívélyesen ránézett, az azt gondolta, hogy most jön tőle a leges, legmélyebb életbölcsesség. És most pontosan így fixírozta a Brennert, mondjuk úgy, mint egy foci edző az ifiknél, aki azt mondja a mini tanítványainak, és egyet sose felejtsetek el. És pár másodperc múlva azt mondja az aranyozó. Akár hiszi, akár nem. Mármint, hogy 217 shillingbe kerül, hogy ne legyek benne a telefonkönyvben. A Brenner momentán nem tudta, erre mit kellene felelnie, de az aranyozó akkor már félig elfordult, és teljesen normális modorban, vagyis nem azzal a jóságos futballedzőre emlékeztető pillantással, hanem totálisan köznapi hangon azt mondta, Őszintén szóval már vártam a látogatását. De a Brenner az aranyozó pillantását már nem tudta elfelejteni. Egyébként rendőrként két ízben akadt dolga vele, és az aranyozó voltaképpen úgy nézett ki most, mint máskor. Na de pontosan ez az, mert nem valami idegenség idegesítette a Brennert az aranyozó arcában, hanem ellenkezőleg valami bizalmasan ismerős vonás. Talán valami észrevétlen hasonlóság az unokaöcével lorencel. Na de ez alig ha lehet, mert két ennyire különböző típus nehezen tudsz elképzelni. Az egyik oldalon az aranyozó, aki a maga hetven évével is csak úgy duzzadt az erőtől és a vállalkozó kedvtől. Hófehér haj, barnára sült siugtató arc, szúrós milliómos szemek. A másik oldalon az egy nemzedékkel fiatalabb Lorenz, a maga rezignált aggastyán tekintetével. És aztán a ház. Ha az ilyesmit még egyáltalán háznak nevezheti az ember. Inkább kastély, pár száz méterrel a tó fölött, hogy innen ráláthattál az egész Szelli és a városra. De belül, hogy is mondjam, a ház belülről szinte csalódást keltett. Szóval kívülről többet vártál volna. Mert úgy a kastélyt, hogy már-már már azt hitted, egy szövalk lakásban vagy. Ez a végén talán feltűnt az aranyozónak is. Talán ezért tömte tele antik bútorokkal, gondolta most a Brenner, hogy a tatarozás után ne úgy fessen, mint egy szövalk lakás. Mert nézhettél akárhova, mindenütt hegyekben álltak az antik bútorok. És ahogy az aranyozó egyre mélyebbre vezette befelé a kastélyba, egyre csak szaporodtak az antik bútorok. A Brennernek már szinte túlszaporodtak és nagyon oda kellett figyelnie, hogy követni tudja az aranyozót, mert ha belépett valahova, ott legalább egy madonna állt, vagy egy szent, és vigyáznia kellett, hogy ne összeütközzön velük. Na most ehhez tudnod kell, hogy a Brennernek rettentő rossz volt a tájékozódási érzéke. És ráadásul húsz év rendőrség után. Azt gondolnád, az ilyesmit megtanulja az ember, de nehogy azt hidd! Mert a Brenner már két kanyar után azt sem tudta, hol jár, nem is szólva az égtájakról. És miután az aranyozó két folyosón és legalább két vagy három műtárgyakkal tele zsúfolt lépcsőn végig hurcolta, gőze sem volt arról, merre van észak dél ellen. De aztán rögtön rájött, hol van. Mert a nappalinak volt egy ablaka, Önmagában is akkora, mint egy egész szövalklakás. És ezen át a Brenner az egész szellitavat, és egyáltalán az egész várost látta maga előtt. Pompás látvány, mondjuk ezt nem vitatom. És ekkor azonnal megint kiismerte magát. A másik oldalon a Glocknert látta, magát a víztározót nem, de rögtön a Múzez perre mellett valami megcsillant a napfényben, és ez nem volt más mint a pogány egyháznevű nevű állomás a kötélpályán. De hát foglaljon helyet, kérem! Viszont a nappali szobában, vagy mondjuk így, a nappali teremben is ölték egymást az antik bútorok. És ezért a Brenner megint nem tudta pontosan, hogy hova is üljön most voltak éppen. Úgyhogy ehelyett oda megy az ablakhoz, és hátat fordít az aranyozónak, mivel kinéz az ablakon. Talán csak azért, hogy ne kelljen folyvást az antik bútor hegyeket bámulnia, amelyek szabályosan zavarba hozták. És miközben kinéz az ablakon, ezt mondja. A hamis alibivel, amit a rendőrségnek adott, ugye nem saját magának akart védelmet biztosítani? De hát foglaljon már helyet, mondja az aranyozó. A Brenner viszont nem törődött ezzel, hanem még mindig a panoráma ablakon bámult kifelé, hogy a beépítést miért engedélyezte a műemléki hivatal, azt ne tőlem kérdezd meg. Csak akkor fordult meg, amikor a szobalány behozta a teját. Csenevész, talán 16 éves lány, akit már látott párszor szelben a Brenner. Most, amíg a szobalány ben volt, az aranyozó ártatlan hangot ütött meg. Tragikus történet, az apósom és anyósom halála. De tudja, mivel vigasszalom magam? Síjelésnél ismerték meg egymást 1929-ben egy sítúrán, Vermontban. És együtt haltak meg egy síliftben. Talán így kellett történnie, hát ezzel vigasszalom magam. Az aranyozó rágyújtott egy cigarettára, és a Brenner arra gondolt, hogy érdekes, Amióta leszoktam róla, szinte csak olyanokkal akad a dolgom, akik szakadatlanul dohányoznak. És arra várt, hogy az aranyozó mond valamit a vágyára. De amint a szobalány kiment, megint bedobta az ifjedző pillantást, és azt mondta, Miért nincs már a rendőrségnél? De nehogy azt hidd, hogy ez kérdés volt. Sokkal inkább válasznak hangzott. És az is volt mi sem természetesebb. Mert hiszen az aranyozó pontosan tudta, hogy a Brenner miért nincs már a bűnügynél. Pontosan úgy, ahogy a Brenner is tudta, mi az ábra a hamis alibivel. Ám valójában a Brennert egészen más kérdés foglalkoztatta most. Egyfolytában azon töprengett, hogy mi ingerli olyannyira ezen a barnára sült milliómos arcon. Nem valami idegen, hanem éppenséggel bizalmasan ismerős vonás ingerelte, talán az észrevétlen hasonlóság az unokaöcsével, a Lorenzel. Az alibije, a meséje a Lorenzel! Nem azért tálalta fel nekünk, hogy önmagát, hanem azért, hogy Lorenzet védje. Az aranyozó sajátos pillantást vetett rá, mint olyas valaki, aki az imént vette le a szemüvegét, és most semmit sem lát és a Brennernek valahogy úgy tűnt, ezek a rövid látó szemek nem illenek a milliómos archoz. Már hogy szemek, na nem, ez vegy tisztatózás. Inkább csak rések, és hogy a színüket kitaláld, arra nulla az esélyed. És egész idő alatt a mutatójával simogatta a szemhéját, hogy azt hihetted, halálosan fáradt. Ezer apró ránc ült a szeme körül, gyakorlatilag szarkalábak, ahogy mondani szokták. Talán láttál már ilyet a kiöregedett hegymászóknál, vagy az öreg dohányos nőknél, akiknek a felső hajka valósággal úgy néz ki, mint egy tangóharmonika. És most az aranyozó úgy simogatta a szemhéját, hogy már szinte azt hitted, simára akarja vasalni a tangóharmonika ráncait. Két hónapja műtötték. Csodálatos dolog. Azóta nincs szükségem szemüvegre, de sielésnél pokoljan vakít a hó. Maga mindig is tudta, hogy a Lorenz írta a fenyegető leveleket. Szíves üdvözlettel a pogány egy háztól. Már ne is haragudj, Brenner! Az aranyozó ugyanis megszokta, hogy mindenkit letegezhet. A lift sászátszerben nem sokat kérdezősködik, hogy letegezhet-e. De hiszen az nem titok, amiről lerántod a leplet, Brenner, mondja az aranyozó. Ez szelben mindenki tudta az első pillanattól fogva. Csak az én Lorencemnek lehetnek ilyen ötletei. És maga gondoskodott arról, hogy a szőnyeg alá söpörjék, mondja a Brenner. Mi az, hogy szőnyeg alá? mondja az aranyozó. Ugyan mit tehettem volna? Hagyjam, hogy frász kapjanak a turisták! A védőfalakkal a fejük fölött! Tehát akkor a Lorenznek némileg alá kellett dúcolnia a fenyegetéseit. Egy hullapárral a síliftben, mondja a Brenner. Na, ez tényleg nyakateket lett volna. Ez csak az olyan fafejek találhatják ki, mint te, Brenner. Mert a Lorenz az utolsó a földön, aki képes lenne egy gyilkosságot elkövetni. Aki meghalja, hogyan sír a fűakassa alatt. Ha a Lorenz képes lenne gyilkolni, én leszek az első, aki önként és dalóva vállalja hulla szerepét. Akkor miért biztosított a Lorenz hamis alibit magának? Amit maga szerzett neki, miközben neki kellett magának alibit biztosítania. És nem kellett volna olyan szélsebesen elhozni az idegosztályról, nehogy valami rosszat meséljen nekem a Lorenz. És nem kellett volna ladba vetni a befolyását, hogy a pincgói hírek minél előbb felejtse el az ügyet. Mindezt nem kellett volna, ha olyan tökéletesen biztos a Lorenz ártatlanságában. Az aranyozó visszatette a félig üres teáscsészét az ezüst tálcácskára, és töltött magának még egy kis teját. Aztán szemrehányó tekintettel nézte a Brenner teli csészéjét. És aztán úgy nézett a Brennerre, mint mondjuk egy ifjegyző, aki a nyolc éves csatárpalántában némi kurázsit akar beleinjekciózni a meccs előtt. Miért nem ősz le? Szívesebben állok, mondja a Brenner. Félsz a segreüléstől? mondja az aranyozó. Félsz, hogy ki kell költözzöd a lakásodból. Látom, maga mindent tud rólam, mondja a Brenner. Például azt is, hogy a gyilkosságot az én nyakamba akartad varni. Ha nincs a nemec, még a végén börtönbe juttattál volna. Ez badarság volt, persze. Nyilván a nemec mártotta be a Brennert az aranyozónál. És a nemec volt az is, aki a Brennernek parancsot adott a nyomozásra még akkor régen. És amikor nem derült ki semmi, azt is a Brenner nyakába varta a nemec. De akkor neki már tök mindegy volt, már mint a Brennernek. Csak az utolsó csepp volt a pohárban. És azt mondta magában, amúgy semmi értelme, hogy odavágom neki a szolgálati jelvényemet. Jól lehet, és ezt megint el kell mondanom, le a kalappal, a valaki 44 évesen mégis odavágja. És a szövalklakás. Most megint azt gondolta a Brenner, talán van rá valami lehetőség, hogy az iskolatársa, a Schweighofer, egy-két évig halogassa a dolgot. Mégsem tud mindent olyan pontosan, ahogy gondoltam, mondja a Brenner. Azt nem tudta, hogy a Lorenznek nincs szüksége a maga alibiére mert neki is volt alibije. A Lorenz azt hitte, hazudnia kell a maga érdekében. Annál jobb, mondja az aranyozó. Mondja meg már végre az igazságot. Az egész valami hatalmas félreértés. A Lorenz azt hitte, védenie kell magát, maga meg azt hitte, védenie kell a Lorenzet. Akkor annál jobb nekem és a Lorenznek, mondja az aranyozó. De aztán már csengetett is a szobalánynak. Aki kikísérte a vendéget, és ekkora Brenner már végképp el volt tájolva, mert ezúttal mindössze néhány lépés kellett a házkapuig, noha korábban jó pár folyosón, és lépcsőn kellett végigcaplatni az aranyozó mögött. Most hirtelen olyan érzése támadt, mint azokon a képeken, tudod, ahol az emberek folyvást felfelé mennek egy lépcsőn, mindig csak felfelé, és aztán egyszerre megint a lépcső alján vannak, szóval, ami nem létezik a valóságban, mert állandóan felmennek, és aztán megint ott vannak alul. Van egy ilyen festő, aki marhára felhúzza az embert. De a Brenner inkább megnyugodott most, hogy egy kis emberi gyengeségen érte az aranyozót hogy mint egy régiségkereskedőként hurcolta végig a Brennert a fél kastélyon át. De a szobalány most észrevette, hogy el van tájolva, már mint a Brenner, és akaratlanul is elmosolyodott. Ezúttal az egyik szemfoga volt lakkozott. Amolyan neon színt vitt fel az egyik szemfogára. Na és ekkora Brenner azonnal felismerte, persze a Claire Carrigan. Valójában Elfi Lonningernek hívták. A tanárnő, az Ringer már elmesélte a Brennernek, hogy abbahagyta az iskolát. És, hogy az emberek azt beszélik, hogy a lány amolyan kis mellékes az Aranyozótól, ezt is elmesélte a tanárnő. De azt már nem mesélte el, hogy most szobalányként dolgozik az Aranyozónál. A tanárnő csak odaadta a Brennernek az iskolai füzetét. De aztán felbukkant a mandul, és rácuppantotta a Brennert az aranyozóra. És most a füzet a szobájában hevelt a szarvasfogadóban, de a Brennernek még nem volt rá érkezése, hogy elolvassa. 9. fejezet. 6. Aosztály, ez állt a füzeten. Claire, korrigan! De a nevet áthúzták, és egy másik kéz az írta oda, Alfred Lanninger Az utolsó dolgozat erről a témáról szólt, víztározunk jelentősége, köztársaság jelképe. A dolgozat azonban csak nem olvashatatlannak bizonyult, mert tel is tele volt piros javításokkal. És a végén ez állt, elégtelen. És ugyanaz az írás volt, amelyel a nevet Alfred Loningerre javították a vignettán, vagyis az Anglyár Ringer írása. Elhibázott téma, írta még oda a tanárnő, de a Brenner pontosan fordítva volt ezzel, őt éppen ez a téma érdekelte, mi sem természetesebb. Én most egy szégről szeretnék írni, amely fontos szerepet játszott a falak megépítésében. Így kezdődött de az Engliár Ringer tanárnő már az első szót piros hullámos vonallal aláhúzta, nyilván azért, mert egy dolgozatot talán nem kezdünk úgy, hogy én, mint ahogy régebben a levélírásnál sem javasolták. De a Brennert a vörös hullámvonal most a Mandl homlok barázzáira emlékeztette, amikor felfedezte a Brennert a tanárnő heverőjén. Ez egy amerikai kémiai cég, ők szállították az osztrákoknak a szükséges know-how-t, hogy a három fal építéséhez szükséges kiváló minőségű betont előállítsák. De a tanárnő zárójelbe tette a know-how-t, és fölírta szaktudás. Én arról szeretnék írni, mint csinált ez a cég korábban Amerikában. Talán arról kellene írni, miért tudom én ezt. Apám akkoriban a cég vezetőjének lányát vette feleségül. Én azonban nem ebből a házasságból származom, hanem titkosból. Engem azért is érdekelt mindig a titkos és nem a hivatalos, mert én is titkos vagyok. Vagyis ezért írom le szívesebben a cégről, amit tudok, mert a víztározóról mit mondhat az ember, azon kívül, hogy szállítja az áramot? Túl hosszú bevezetés írta oda a tanárnő ennek a bekezdésnek a szélére. És az oldal egyébként is csak úgy hemseget a vörös javításoktól. És a Brenner most nem akarta elhinni, hogy ez egy és ugyanaz a kéz volt. Hogy az áttetsző szeplőkkel telehintett Engljárringer kéz volt az, amely ezt a mészárlást rendezte. És hogy mindjárt három felkiáltó jelet villámlott oda a vörös golyóstollával. Apám ennek az amerikai kémiai cég főnökének a vette feleségül. És én nem hiszem, hogy ennek köze volt ahhoz, hogy az apám aranyozó volt és a cég világító számjegyeket állított elő. De azért az arany és a világító számok valahogy passzolnak egymáshoz, azt hiszem, mert az egyik nappal csillog, a másik meg éjszaka. És a főnök apja, szóval ez alapította a céget. Ő 1910-ben találta fel a világító számokat. Úgy hívták Person, és a cég neve Person Rádium volt, és a világító festéket, ami aztán leírhatatlanul gazdaggá tette őt, úgy hívták, hogy Lightning. Miért ilyen terjengősen? kérdezte a tanárnő vörös golyóstolla, de a Brender már nem hagyta magát eltéríteni. Az öreg perszon hamarosan 200 világító nőt alkalmazott. Ez nagyjából 1915-ben volt. Mindenek előtt fiatal nőket. Nekik mindig le kellett nyalniuk az ecsetet, hogy jó hegyes legyen a vékony óraszámokhoz. Olykor a festőnők tréfából bemázolták a körmüket vagy a fogukat, és aztán azzal világítottak a sötétben. Sajnos aztán sorban mind meghaltak. Akkor vizsgálat indult. Ennél a résznél megszólalt a telefon a Brennernél, a szállodai szobájában, úgy nagyjából délután két óra lehetett. De a Brenner nem ment oda a telefonhoz, ám a csöngés nem akart abba maradni, így aztán mégis odament. Brenner! Ám a hívó ebben a pillanatban letette a kagylót. Barom! morogta a Brenner, és megint leült a füzethez. Eleinte nem találta meg, hol hagyta abba, ezért kicsit lejjebb folytatta az olvasást. És azt olvasta, hogy a vizsgálatok eredményeit titokban tartották. De most nem tudta, miféle vizsgálatokról van szó, mert az abban a bekezdésben állt, amit kihagyott. Persze kíváncsi lett, mi sem természetesebb, ezért visszaugrott a szövegben. Akkor vizsgálat indult. A vizsgálat titkos volt. Az orvosok egy sötét teremben figyelték meg a munkásnőket. És akkor a számfestőnők haja, arca, keze, nyaka, ruhája és alsó neműje világított a sötétben. Sőt, még a festőnők lehelete is világított a sötétben. Most a Brenner ismét visszaugrott az előző helyre. És ekkor feltűnt neki, hogy a második oldalon már egyetlen javítás sem szerepelt. Már most két lehetőség van. Az egyik, hogy az Engliár épp úgy érdekelte a történet, mint őt, mármint a Brennert, ezért olvasás közben tökéletesen elfeledkezett a javításról. A másik, hogy ekkor talán már megállapította, a Klernek csak egyes néz ki ezért a fogalmazásért, és az Engliár azt gondolhatta, a téma elhibázott, minek fárasszam tovább magam a javítgatásokkal. Persson titokban tartotta a vizsgálat eredményét. A festőnők munkakörülményei még sokáig nem változtak az évek során. Míg nem oly sok áldozat lett, hogy personnak bíróság elé kellett állnia, de felmentették. Ez az áldozatok megtévesztő egészsége miatt történt mert a megbetegedés elején az áldozatot meglehetősen jól érezték magukat. Ez azért volt, mert védekezésül a test elég sok vértestet termelt. Vöröset valószínűleg. És aztán hirtelen abba hagyta. Ezért maradt évekig észrevétlen a megbetegedés. De a törvény szerint a jóvátételi igényt legkésőbb két évvel a betegség okozása után lehetett benyújtani és a Lightning másokkal korábban kiváltotta a betegséget. 1922. november 16-án például bement egy festőnő a világító számokat gyártó üzembe. Tökéletesen egészségesnek érezte magát. De a csontjai olyan korhattak voltak, hogy járás közben eltörte a lábát. Egy héttel később meghalt, 27 éves volt. Úgy hívták, hogy Claire Carrigan. Na most, a tanárnő ekkor már végképp feladta a javítgatást, és az utolsó két oldalt egyszerűen recs, szóval érted, felülről lefelé, azaz átlósan áthúzta. Ezeken alapokon írta le a Claire a cég további történetét. Ezután a Person ártalmatlan világító számjegyeket fejlesztett ki és aztán a második világháborúban eladta az amerikai repülőgépekre világító armatúraként. Ez óriási dolog volt természetesen, mert senki más nem tudta szállítani. Milliós üzlet, miért? Mit gondoltál? És a háború után rögvest átnyergelt, inkább építészeti kémia, gyakorlatilag építőanyagok mert azt gondolta, a háború után az emberek építeni fognak, és ezért a kiváló minőségű betonkeverékekre specializálta magát. Na, ekkora Brennernek megjött az a bizonyos aha élménye. Mert hát a víztározó falához mi sem kellett jobban, mint kiváló minőségű beton, és a celliek közvetlenül a háború után ugyan honnan is vehették volna ezt a kiváló minőséget. Most az amerikaiak a cellieknek egy kicsit a hóna alá nyúltak. De már inkább az ifjú Parson volt az, aki felhúzta a falat. Nem messze a helytől, ahol ötven évvel később megtalálták a síliftben. A Brennernek többször is el kellett olvasnia a macska kaparást, míg sikerült végre összerímeltetnie a sorokat. A leghosszabb ideig az utolsó oldalak kiolvasása tartott mert ugyanis a Claire szó szerint kiírta magát a fogalmazás füzetéből, azaz teleírta az utolsó oldalig. De ekkor még mindig nem volt elég. És ekkor teleírta a borító belső oldalát is. Ám de a borító kék volt, úgyhogy kékkel írta a kékre. Person Európában terjeszkedett és óriási szerződést kötött Celben, ahol már a háború alatt hadifoglyok százai dolgoztak, haltak meg a védőfal építésénél. És most az amerikaiak a saját hadifogjaikat küldték fel, helybélieket, de azok is sorban meghaltak. És 1951-ben végleg kész lett a köztársaság jelképe. A Brenner még pár percen át kibámult a tóra, de aztán Egyszerre valahogy szűk lett neki a szoba. Felhúzta a cipőjét, hogy lemenjen sétálni a tóhoz. De ahogy leér az utcára, az ellenkező irányba indul. Nem lefelé a tóhoz, hanem fel a Dreifaltig kejtkasszéra. És az utca végén található az ínyensz kávéház, mi sem természetesebb. De érdekes! Biztos valaki viccből áramot vezetett az ínyenc ajtajának fogantyújába. Persze, nehogy félrejésd, vagy ilyesmi. Mert amint a Brenner az ínyenc ajtaját résnyire kinyitotta, azonnal meglátta, hogy ott ül benn a nemec. Elektrosok, mi sem természetesebb. Azonnal be az ajtót, naná, -na. de érdekes. Ha sok miatt képtelen volt uralkodni az izmai munkáján. Kellett a Brennernek pár másodperc, hogy a tonna nehéz üvegajtó becsukódjon végre. Persze talán csak a hidraulikus ajtózár akadályozta meg az ajtó becsapódását. Meg lehet, nagyon is. És a Brennert most ez foglalkoztatta, amint megint lefelé haladt a dreifáltikkelyt kasszén, Mert azon nem akart elgondolkodni, hogy miért is tűnt fel megint a nemec celben. És nem akarta tudni, miért is hívta fel a nemec az előbb. Mert most a Brenner egészen biztos volt abban, hogy csak is a nemec lehetett a hívó. Ugyan ki más csöngetni a telefont orvérzésig. Na de örökké nem lehetett a hidraulikus ajtózáron és a telefoncsöngésen töprengeni. Most valami irányváltás kellett. A Brenner megvette a pincgaúi híreket, és lebaktatott vele a tóhoz. De ahelyett, hogy beleolvasott volna az újságba, valami egészen mást csinált. Mert abban a pillanatban, amikor sokkot kapsz, olyan dolgokra is képes leszel, amikre egyébként egyáltalán nem lennél képes. És most a Brenner villámsebességgel a Walter mellett döntött, és el is indult az ifja Perterer irányába de egyet azért nem szabad elfelejtened. Mert lehetett bármilyen halogatós fazon a Brenner, azért más oka is volt, hogy hónapok óta téblábolt a pisztolyok között. Az idősebb Perterer végül is alig két hónappal a liftes ügy előtt lőtte főbe magát. És a Brenner a fegyverkereskedésben minden alkalommal ezt gondolta, senkinek sem árt, ha még egyszer egy kicsit elcsevegek az ifjabb Pertererrel. Akkor hát mégis a Walter lett, mosolyog az ifjabb Perterer. De azonnal meglátod rajta, hogy nem régóta kereskedő. Mert most, amikor a Brenner végre döntött, azt mondja az ifjabb Perterer. Jól lehet, a Glocknak is megvannak a maga előnyei. Igen, a Glock már majdnem mellette döntöttem. Csupa műanyag. Semmi rozsda, semmi piszok, egyáltalán semmi. És ha vízbe dobod, akkor is működik. Vagy a hóba. Az amerikai rendőrség tudja, miért használja a glokkot. A rendőrség sem tud mindent. Nem, különösen a miénk nem, nevet az ifja Perterer, mert olyan fazon volt, hogy azonnal rázni kezdte a nevetés, a valami szórakoztató akadt. De aztán nagyon komolyan folytatta. Egy azért még érdekelne engem. Egy ilyen esetben voltak éppen, mihez kezd a rendőrség a távcsővel. Na most, a Brennernek húsz év rendőrség alatt soha nem került távcső a keze ügyébe. Fegyver mindig, távcső soha. Momentán azt hitte hogy az ifjabb perterer annyira tapasztalatlan az üzletben, hogy azt hiszi, képes eladni távcsöveket a rendőrségnek. Mert nem csak pisztolyok és puskák voltak az üzletében, hanem puskára szerelhető távcsövek és egyszerű látcsövek is kukkoltak a kirakatában. Talán a határrendőrség, náluk talán elkelhet az ilyesmi, de alig hiszem, hogy könnyű lenne nekik távcsöveket eladni. Mert a rendőrség és a bürokrácia puszi pajtások. Talán rosszul fejeztem ki magam, mondja az ifjabb perterer, mert udvarias fiatalember lévén a Párizsban felszedett modorával sosem mondta volna azt, önbizonyára félreértett. Az amerikaiak távcsövére gondoltam, hogy mit csinál velük a rendőrség, ha mondjuk távcsöveket talál az áldozatoknál. Mert hát vadonatúj távcsövek voltak. Mi sem természetesebb, hogy a Brenner már totál elfelejtette, hogy az amerikaiaknál távcső is volt a liftben. Nem is szabályos távcsövek, inkább amolyan operai kukkerek. És a turista vagy, miért is ne lehetne nálad ilyesmi? Ön adta el nekik a távcsöveket? Igen, az amerikai férfi személyesen járt nálom. Hát, nem tudom pontosan, mit csinált a rendőrség a távcsövekkel. Egyrészt örökség, ugye? Másrészt bizonyítási anyag. Talán még mindig a rendőrségnél vannak. Kár, mert vadonatújak voltak. A Surprise for my wife, mondta az amerikai férfi, amikor elvitte a távcsöveket. De őszintén szólva, azt kell mondjam, egy milliómosnak jobb ajándék is eszébe juthatott volna a hatvanadik házassági évfordulójára. És magának is vett egyet. Még apámnál adta le a rendelést, de aztán tőlem vitt el a távcsöveket. Talán egy héttel korábban, hogy a Lojzi megtalálta őket a liftben. Mert egy hónapig tartott, míg a távcsövek megjöttek Amerikából. Különleges igények szerint előállítva, természetesen. Mert ez pontosan tudta, mit akar, pontosan tudta ez az öreg amerikai. Nem úgy, mint én, mondja Brenner, és közzi az ifjabb Pertererrel, hogy még egyszer átgondolja, megvásárolja-e a Waltert. Mert azt gondolta, talán szívesen beszélek még egyszer az ifjabb Pertererrel. Aztán a brenner félig megkerülte a tavat. És csak akkor vette észre, mennyire elfáradt, amikor leült egy padra, és a tavonát elnézett szell irányába. A tavi sétányon egyetlen ember sem mutatkozott. Ha az emberek elmennek, akkor nagyon szép itt, és akkor egy csapásra megérted, miért akarnak mindannyian itt lenni, gondolta a brenner. Aztán kezébe vette a pincgaúi híreket, és az első oldalon ezt olvasta. Halottak feltámadása. Csak is a mandl költhetett ki ilyet. Noha húsvét még messze volt, és azon kívül rögtön a főcím alatt egy fotó a sílift amerikai utasairól. És a fénykép alatt az állt, hogy nemrég több csekket is beváltott valaki, amelyeket a párszonék töltöttek ki és írtak alá. Több mint százezer shillinget húztak le a számlájukról, és mintegy fél évvel azután, hogy meghaltak. Tizedik fejezet Na most ehhez tudnod kell, hogy hivatásos tűzoltóság csak a tartományi székhelyeken létezik. Máshol mindenütt önkéntes a tűzoltósereg, és akkor a fiatal emberek önként mennek tűzoltónak, és hát persze ott vannak a tűzoltó napok, és mondjuk tűzoltó bálok, és olyan gyakran azért nincs tűzvidéken. Egyszer-egyszer, olykor, mondjuk adódik azért egy autóbaleset szóval szombat éjjel, amikor aztán ki kell őket vágni az autóból. Mert az ifjaknak vidéken fontos az autó, hiszen a diszkó a szomszéd faluban van, hát persze, hogy akkor kell nekik egy autó, mi sem természetesebb. És akkor aztán szívesen indulnak ketten egyszerre, vagy hárman, olykor négyen is egyszerre hajnalban. És most az alkohol, ugye? És aztán hazaindulnak, röhögés az autóban, és lányok is akadnak, mi sem természetesebb. Aztán gyakran úgy kell őket kifűrészelni az autóból de tűz ritkán van voltak éppen. Talán egyszer egy paraszt gazdaságban, ha a széna nem elég száraz, ha a paraszt felhalmozza a nedves szénát, és akkor aztán leég az egész porta, mi sem természetesebb. Ám ez ritkaság. És ezért aztán akad néhány fiatal fickó, vagy legyen akár a legrégebbi tag a tűzoltóságnál olyan régi, hogy mondjuk már két tűzoltóbát is végigcsinált az egyenruhájában, de még egyetlen tűzeset sincs a háta mögött. Már kivágott, mondjuk, tíz embert az autóból, volt egy nyugdíjas nő, aki bezárta a lakáskulcsát, vagy felőlem átért már egy konyhai tüzelést is, de a fecskendőjével még egyszer sem spriccelt. És hát vannak aztán más esetek is, hát sajnos. Mármint, hogy mindig akad egy fiatal tűzoltó ember, aki még soha nem élt át tüzet, és akkor valami téves gondolata támad. Az ilyen szegény ördög maga kezd tüzelni, hogy aztán legyen mit eloltania. Láttunk mi már ilyet? Sajnos. Weizbachban egyszer, Brookban egyszer, Esanuban talán korábban is egyszer, már nem jut eszembe. Na most, ennek semmi köze a mi történetünkhöz, mármint az amerikaiakkal a liftben. Ha csak annyi nem, hogy megértsd, miért volt olyan rémült a liftes Lojzi ezen az éjjelen, mármint szeptember 14-én. Noha már tíz éve volt tűzoltó kapitány, vagyis több mint tíz éve, mivel a medáliát már tavaly nyáron kapta. De celben már három éve nem ütött ki tűz és most éppen egy benzinkútnál. Tizenkét perccel tíz előtt szólalt meg a sziréna, szeptember 14 -e volt, egy csütörtöki nap, és a lojzi már pizsamában volt. Most megugrás az anorákba, és már is a vingójában ül, csak pizsamában és anorákban, de kvázi mindegy, mert hát hamarosan úgyis az egyenruhájába kell belecsusszannia két perc múlva már lenni jár a szertárnál, de akkor már hárman, négyen ott vannak, mert most egy benzinkút ég, és minden irányból rohannak ide a tűzoltók, négy perc, és már mindegyik ott van, öt perc, és már dönget is kifelé az első tűzoltó autó a garázsból. Ha a kapitány ideges, az átragad az egész csapatra, mi sem természetesebb. A szédl vezetett, már 15 éve sofőr a tűzoltóságnál, és egyébként is sofőr, azaz foglalkozásilag is, sofőr a Hazenauer szállítmányozásnál. És már rögtön az indulás után túl gyorsan veszi az első kanyart. Azt hinnéd, úgy ismeri az utat, mint a saját tenyerét, és már ezelszer kihajtott a tűzoltóautóval, és mindig éppen olyan gyorsan, ahogy kell. Naja, de ezúttal kicsit gyorsabban, mint ahogy kell. Nem mintha történt volna valami, semmi sem történt, fék, szervokormány, semmi gáz, és talán ha tíz másodpercet vesztett, amit rögtön be is hozott. Csak hát, az idegesség, érted? Nem csoda, hát mégis egy benzinkútról volt szó, első ízben, mindenkinek első ízben, nem csak a fiataloknak, mindenkinek, a parancsnoknak is először, mi sem természetesebb. Meg aztán az oktatófilm. Franciaországban forgatták, nem is tudom, talán az 50-es vagy a 60-as években. Az idősebbek már látták párszor, a fiatalok is legalább egyszer, mert éppen idén júliusban, vagyis alig pár hónapja, a Lojzi megint lejátszotta nekik. Szóval, kánban gyulladt fel egyben zinkult. És pontosan lehetett látni, mit toltak el a francia tűzoltók. És most a celli tűzoltóknak arra kellett gondolniuk, hogy a kánniak, kvázi a kollégáik, hogyan repültek a levegőbe mindannyian. Mert egyikük sem úszta meg. Ez szépen látszott a videón, és ezért használták előszeretettel tancélokra, mert pontosan lehetett látni, mit baltászak el a francia tűzoltók. De mi sem természetesebb. Mert olyan sok nem kell hozzá, hogy elbaltász valamit, aztán már is repülsz a levegőbe. És hogy az induláskor a celli tűzoltóknak ez mind átvillant a fején, annál mi sem természetesebb. Hogy a francia tűzoltók csak pár méterrel mentek közelebb a kelleténél, és már is atombomba, akár hiszed, akár nem. És rögtön láthattad, hogy a celli csapat mindegyik tagja idegesebb a szokásosnál, nem csak a fiatalok, de épp úgy az idősebbek is. Mert mi sem természetesebb, mindennek rettentő gyorsan kell végbe mennie, és menet közben kell rendbe rakni az egyenruhát, begombolkozni, bakancspertlit megkötni, sisakot fel, kesztyűt fel. Na most, ilyenkor az apróságokon észreveszed, hogy valaki ideges, például, ha nem képes felvenni a mellényét, vagy elgombolja a kabátját. Három perc múlva a Seidl már jár a bútoráruháznál. Mert úgy hajtott, hogy a tíz másodpercet már kétszer is behozta. Minimum. És a bútoráruház mögött már ott is van az aralkút. És amint kihajt a bútoráruház mögül, pár fiatalabb tűzoltó szabályosan felugrik a padról. Korábban még butmereven ültek, de most egyszerre felugrálnak, és a Niederweiser még el is övölti magát ráadásul. Mert hát a benzinkút a legkevésbé sem égett. Na most. Hát hogyan fordulhat elő, hogy egy olyan tapasztalt tűzoltó parancsnok, mint a liftes Loizi, összetévessze a benzinkutakat. És ráadásul a selkút pontosan cel másik oldalán feküdt de még innen, az aralkútról nézve is pontosan láthattad, hogy a tó túloldalán ég a selkút, mert a tó tükör fele a lángokat tükrözte vissza. De ez a lojzival csak azért fordulhatott elő, mert már 30 éve folyton csak az aralkútnál tankolt, mert 1966 óta, amikor megvette az első autóját, a használt bogárhátút szóval azóta csak folyvást az aralkútnál vette a benzint. És most akkor a szejdlőt automatikusan az aralkúthoz vezényelte, jól lehet a bejelentésben a Shell benzinkút állt világosan, jól érthetően. És ebben a pillanatban, amint az aralkutat maga előtt látja, a benzinkutat, amely a legkevésbé sem lángol, azonnal eszébe jut a bejelentés, mi sem természetesebb meg ráadásul innen is látni. Már mint, hogy a túloldalon a selkút ég. Pontosabban szólva innen nézve úgy hihetted, hogy az egész északi autópálya kiárat lángokban áll. Miért? Mire számítottál, ha egy benzinkút ég? Korrigált helyszín! Se benzinkút, északi kiárat! Üvölti a lojzi az adóvevőbe. Mert még két tűzoltó autó jött mögötte, úgy, hogy azokat is el kellett igazítania. Persze az egész üvöltözés most már mit sem ér, természetesen. Mert öt perc alatt az aralkúttól a sejkútig te el nem érsz, még akkor sem, ha a Seidl vezet, vagy bárki más, tök mindegy. És mire végre odaérnek, már mindenki ott van, mi sem természetesebb. A rendőrség, a mentők, a sajtó, mindenki ott van. Csak a tűzoltóság nincs ott. Ahogy a lojzi a kocsiból kiugrik, éppen odaugrik az örsparancsnok kollarik lába elé. És a kollarik olyan hirtelen haragú vérebb volt, hogy a celliek csak koleriknek nevezték, persze csak a háta mögött. És ez a kolerikus kollarik most valami olyat üvöltött a lojzinak, hogy szerencse, hogy a lojzi nem értette meg mert ha egy benzinkút amúgy komolyan égni kezd, az olyan zajjal jár, hogy már azt hinnéd eljött az utolsó ítélet napja. De a lojzi most észre sem vette az már mármint a kollarikot. Az emberek később azt mesélték, hogy a liftes lojzi úgy vezette a csapatot, szóval a legkisebb idegesség nélkül, mint egy robot, olyan halál higgadtan, mint egy enszábornok, tudod, akit mutatnak a tévében. Az adóvevő és tök nyugalom, egyre csak ezt mesélték az emberek. Na most, mit tehet egyáltalán a tűzoltóság, ha egy benzinkut komolyan égni kezd? Az, mondjuk tény, hogy magát a benzinkutat nyugodtan elfelejtheted. boltó, mi sem természetesebb, de ez kiég, ez kilátástalan. De a tűz körül ott persze annál fontosabb. A tűz biztosítása, ez a híradó. Mivel a bámészkodók, mi sem természetesebb, és a végén még több halott lesz, mint magánál a tűznél, ha nem kezded el rögtön a tüzet biztosítani. De itt aztán nagyon keménynek kell lenned, mert ha látnivaló akad, az emberek a végén még belerohannak neked a lángban álló benzinkútba. Tény és való, hogy a csendőrök állandóan az órájukat nézték, mivel a tűzoltóság nem érkezett meg azonnal, de a tűz biztosításáról még csak nem is harangoztak nekik, mármint a csendőröknek. Az emberek túl közel álltak, és ha valami felrobbant volna, egyetlen mentő sem állt volna rendelkezésükre, mert hát szóval a mentőautók is túl közel álltak. Na most a liftes Lojzi először is úgy leteremtette őket, hogy csak úgy porzott. Két perccel később már mindenki 250 méterrel hátrébb állt. Időközben a csapat levonszolta a szivattyút a tóhoz. Mivel nincs oda vezető út, kössze van a vasút, és a szűk gyalogos aluljáró túl keskeny a pumpának. Úgy, hogy a szivattyút át kellett vonszolni az autópályán. Sövény széttépni, mert méter magas sövény van az utca és az autópálya között, és az autóút és a tó között ugyancsak sövény húzódik. Olyan gyorsat te még nem láttál, mint ahogy a tűzoltók kitérték a sövényt. Aztán a csöveket is egyenesen az autóúton át vezették, mivel a vonat egyébként sem közlekedhetett. Ne tudd meg, a benzinkút a levegőbe repül, és aztán vele repül a vasút is, képzelheted. Mert ez mindig a döntő kérdés, ha egy benzinkút lángol. Ha tűzoltó parancsnok vagy, folyton ez a kérdés motoszká benned. Hogy akkor most a levegőbe röpül, vagy most nem repül a levegőbe. Első pont, tüzet biztosítani. Második pont, a melléképületeket biztosítani. Harmadik pont, most akkor a levegőbe röpül, vagy nem repül a levegőbe. Később a videón remekül látszott, hogyan kommandírozott Alojzi. Olyan halálhiggadtan, hogy senkinek meg nem fordult volna a fejébe, hogy ez az első benzinkutya. Mert a tűzoltók közül egy mindig a videót kezeli, régebben a fényképezőgépet, a biztosítás és egyéb ilyenek miatt, de ma egyre több a videó, és van két emberük, akiket direkt erre iskoláztak be. És aztán a videón mindenki pontosan látta, hogyan biztosította a lojzi előbb a tüzet, és aztán se perc alatt minden bámészkodott 250 méterrel hátrébb, és senki sem állhatott lent a tónál, mert a part is túl közel volt. És utána azon nyomban a melléképületeket biztosította a lojzi. Először evakuálni az embereket, aztán biztosítani a melléképületeket. De az nem pálya, hogy egyszerűen lefröcskölöd őket vízzel, hogy még csak ne is kezdjenek el égni, mert a házakat érő vízkár esetleg még többbe kerül majd, mintha totál tűzkárosak lettek volna. Na, de szóval itt legalább nem lakóházak voltak a környező épületek, hanem egy magtár és a használt Mercedes kereskedés, a Lengauer üzlete. És mivel a magtár teteje már izzani kezdett az egyik oldalon, most nincs mese, oda kell spriccelned vízkár ide vagy oda, mert azt nem hagyhatod, hogy leégjen az egész magtár. Mindezt másodpercek alatt mi sem természetesebb. A magtárat kiüríteni, hogy a víz ne tegye tönkre az egész termést. Ráadásul szeptemberben. És közben mégis és egész idő alatt a verkli a fejedben, hogy akkor most a levegőbe röpül, vagy nem röpül a levegőbe. Mert hát egy ilyen benzinkútnál léteznek föld alatti tankok is. Ráadásul az egész annyira jól van biztosítva, hogy az ember elcsodálkozik, hogyan tud egyáltalán begyulladni. De ha egyszer ég, annál jobban tüzel. És azt persze nem tudod, hogy mi újság a föld alatti tankokkal. Égnek már, vagy még nem, végeredményben nem kukkanthatsz be a föld alá. Na most, amíg csak égnek, nem olyan meleg a helyzet. De aztán, a gáz képes berobbanni, mi sem természetesebb. Egy bizonyos hőmérsékletnél. Hát ezért kell egy egyfolytában a tankok fölött az aszfaltot, azaz hűtened kell, nehogy a tankok elérjék. Mármint azt a bizonyos hőmérsékletet. Mert amíg a hőmérséklet elég alacsony, addig égnek csak, hadd tüzeljenek, de nem repülsz a levegőbe. Ergo, egyik részről hűteni, Másik részről nem túl közel menni, mert a videón láthattad, mi történt Kánban, vagy hol a bánatban. A tűzoltóság lehűtötte a föld alatti tankokat, de azok már annyira felforrósodtak, hogy ennek ellenére berobbantak. Ám de a tűzoltóság túl közel állt, és aztán ég veled, Pajtás, mi sem természetesebb. De most azt meg kell mondani, ahogy a Lojzi kommandírozott, Hát, le a kalappal. Na most ehhez tudnod kell, hogy a tűzoltó kapitányt választják, azaz ez nem állás, erre megválasztanak. Van valami gyűlés, és akkor az önkéntes tűzoltósereg tagjai megválasztják a parancsnokukat. És a liftes lojzit tíz éven át minden alkalommal megválasztották, egyszerűen nem akadt más, még csak szóba sem jött senki más. De most, amikor összecserélte a benzinkutakat, most életében először csak megfordult a lojzi fejében, akkor hát vége, és annyi. Te voltál a legtovább tűzoltó kapitány. Ez annyira nyomaszotta a lojzit, hogy egy csapásra az összes félelem lefoszlott róla. Csak nem tizenegy év után öt téves perc miatt egyszerre csak befelegzett, és annyi. Hogy nem lesz többé tűzoltó kapitány, ez ekkor rosszabbnak tűnt a Lojznak, mint az, ami a kollégákkal történt Kánban. De azért nem érdekes, hogy milyen, mármint az ember. Mert a Lojzi kimondottan ezért lett olyan nyugodt, és végezte a dolgát hibátanul. Mert ebben a pillanatban szinte jobban esett volna neki, ha mindannyian a levegőbe röpülnek. Még jó, hogy ezt nem tudták az emberek és manapság egész Európában a celben készült videót játszák le a kiképzéskor a tűzoltóságnál. Pontosan látszik rajta, hogyan sípolja vissza a Loizia csapatát, amelyik a föld alatti tankokat hűtötte. Mert nyolc ember állt ott egyenként két locsolóval, és semmi más nem tett, mint oda spriccelt, ahol a tankok rejtőztek az aszfalt alatt. Mert ezt mindenképpen meg kell tenned, még akkor is, ha reménykedsz természetesen, hogy azok nem kapnak lángra. De egy dolgot nem látsz az oktatófilmen, az ugyanis, amit Aloizi meglátott most. Mert ha az aszfaltborítás felpuhul és folyékonyá válik, az sötét éjjel nem látod meg minden további nélkül, noha a tűzvész azért elég jó megvilágítást biztosít. Az aszfalt végül is nem folyik patakokban, csak akkor, ha nagyon élesen oda nézel, és akkor meglátod, hogy egyszerre csak felpuhul. És most a lojzi meglátta, hogy az aszfalt hirtelen felpuhul, és ebből azonnal tudta, mi sem természetesebb, hogy odalent igencsak szigorú lehet a meleg. És a többit már jól látni a videón. Vagyis azt, hogy a lojzi visszasípolja az embereit, és aztán azt, hogy eleinte csak pár lépést mennek vissza és aztán azt, hogy a lojzi saját kezűleg rángatja vissza őket. És aztán legfőjebb két másodperc múlva azt, de úgy képzeld el, mint azokat a harci repülőket, amelyek függőlegesen képesek a levegőbe emelkedni, ahogy az egész benzinkút lassan, függőlegesen felszáll a levegőbe. És most Alojzi tudta, hogy azok nyolcan, akiket visszafütyült, Garantáltan megint őt választják majd kapitánynak, mi sem természetesebb. 11. fejezet A celli temető mindössze 200 méterre fekszik a Shell benzinkúttól. Vagyis, ha mondjuk a postától elballagsz a szarvas fogadóig, az nagyobb távolság. Talán, ha mindössze 150 méter van a benzinkút és a temető falak között de éppen ez a pár méter számít. A benzinkút éppen a helyiség határán fekszik, mi sem természetesebb. Vagy feküdt, pontosabban szólva. És pontosan ott, ahol egykor a benzinkút volt, ott kezdődik a cell érzés. Jól lehet, a helyiség névtábla már vagy fél kilométerrel kintebb van. De valahogy érzés dolga az egész. A temető csak pár lépés kifelé a városból, nem messze a helység névtáblától, azaz a helység területén, sebesség maximum 50, és mégis akár hiszed, akár nem. Mármint, hogy a temető többé-kevésbé határos a benzinkúttal, és mégis a benzinkút még egyértelműen belül van, de a temető már egyértelműen kívül egyetlen szellé sem mondja azt, hogy a temető belül van, mert mindenkinek olyan érzete támad, hogy kimegy a városból, ha a temetőbe megy ki. És jól lehet, mindössze pár méter, senki sem megy gyalog a temetőbe, hanem gyakorlatilag mindenki autóval megy, mert ilyenkor úgy érzed, hogy elhagyod celt. Ha gyorsan kellett valami a benzinkútról, talán gyalog elmentél oda, de ha valamiért kimentél a temetőbe, mondjuk halottak napjára, vagy egy gyertyát meggyújtani, vagy mondjuk virágot vinni, garantáltan kocsival mentél. Na most könnyen el tudod képzelni, hogyan nézett ki a parkoló, amikor az aranyozót temették. Minden teleparkolva, még a járda is, tömve minden, egészen a benzinkútig, sőt még magán a benzinkúton is dugik parkoltak, azaz a romok közepén. Mert hát forró már nem volt, csak még mindig bűzdött, de ezt úgy vedd, hogy egész szelben érződött a bűz. Szerdám volt ez, pontosan egy héttel a robbanás után. Na de most figyelj! A benzinkút 14-én repült a levegőbe, szóval most már szeptember 21-e van. És még mindig rekkenő nyári hőség, olyan, hogy senki nem emlékezett korábban hasonló rekkenésre. Hogyne, vénasszonyok nyara, na de nem ilyen folyamatosan rekkenő, amióta az eszemet tudom. Gyakorlatilag klémaváltozás, hogy sokan nem tudták, mi a bánatot vegyenek fel a temetésre, mert fekete kabát hoztul meleg van, és manapság nem mindenkinek van fekete öltönye vagy fekete ruhája és egésszel ott akart lenni az aranyozónak a saját temetésén mi sem természetesebb. Na most másnap csütörtök volt, ekkor temették a Lorencet. Mert a papnak eszébe jutott, hogyan vennék ki magát, hogy az áldozatot és a gyilkost szóval hát hogyan nézne ki, ha együtt temetnék el őket. De eltemetni, hát ez nem olyan nagyon pontos kifejezés ebben az esetben. Mert ha te manapság egy benzinkútnál elégsz, nem sok olyasmi marad belőled, amit úgy Isten igazából el lehet temetni. Szóval ez most inkább amolyan kvázi, szimbolikus esemény volt, de azért mégis rendes temetés. Na most, amikor a Lorencet temették csütörtökön, már szinte azt hihetted volna, hogy sokkal kevesebben jönnek el. De érdekes! mert csütörtökön megint mindannyian eljöttek, és mi sem természetesebb, mindenki megint autóval, akár hiszed, akár nem. Szóval már azt hitted, hogy megkezdődött a foci VB. Csak a Brenner vette magának a bátorságot, hogy gyalog menjen, mi sem természetesebb. De a temetőben már neki is épp úgy kellett szorongania, mint a többieknek. A virágok az aranyozó sírján szuper frissek. Suttogja egy női hang hátulról egyenesen a bal fülébe. Pedig már 26 órásak. Suttogja egy másik női hang egyenesen a Brenner jobb fülébe. És a Brenner még el is szórakozott ezen, mármint hogy milyen pontosan számol a nő, mert az aranyozót tegnap egykor temették, és a Lorenzet ma háromkor, ergo pontosan 26 órával ezelőtt. Ilyen az ősz! Suttog megint a nő, aki a bal füle mögött áll. És jól lehet, suttogott, és ilyenkor nem könnyen ismersz fel egy hangot, de a Brenner mégis úgy érezte, hogy ismeri ezt a hangot valahonnan. Na hiszen az ősz! Suttogja a másik hang a fülébe. 29 fok ősszel, melegebb, mint egész nyáron. Meleg, jó, jó, de hát az őszi szél suttogja a balsó hang, de a Brennernek még mindig nem jutott eszébe, honnan ismeri. Széltől van ez. Szakadatlanul ez a friss szellőcske, ami a tóról jön. Képzelheted? Na ja, de hát a tóról egész évben fúj a szél. Ki ez a hang, töprenget a Brenner, és kezdett lassan berágni, hogy nem jut az eszébe. De amikor meg akart fordulni, nem jutott messzire mert a pillantása rögtön a német nőre esett. Na jó, de ez nem mögötte állt. A Brenner pár centiméterrel oldalra fordította a fejét, hogy a tekintetével egészen befogja a másik oldalon álló német nőt. Mert most a Brenner a háta mögött álló két nőt totál elfelejtette. Mivel hát a kezetlen nő, vagyis a német nő nem volt egyedül. Vele volt az Andi, aki többé-kevésbé a kezetlen német nő karján lógott. A nőnek teljesen normális karja volt, azaz egészséges karja, csak a kéz hiányzott róla alul. És az Andi valósággal csüngött a nő karján, és már azt hihetted, ha elengedi, egyenesen belezuhan a sírba. Mert mindketten eléggé elől álltak, a pap mellett, a sír hosszanti oldalánál, kvázi. És minden pontosan ugyanúgy volt, mint tegnap. Ráadásul a Brenner azt is megfigyelte, hogy az Andi nem bírja soká, hogy a német nők arján csüngjön, és akkor aztán jöhet egy harmadik temetés. Pedig az Andi teljesen sértetlen maradt a szerencsétlenségnél, úgyhogy nem mondhattál mást, valami csoda folytán. Mert az Andi a meg sem mozdult, amikor az aranyozó megjött, hogy tankoljon. A Lorenz megint ott volt az Andinál, a benzinkútnál, és szórakoztatta, mint szinte minden nap. És éppen kijött, amikor az aranyozó behajtott a négykerék meghajtású autójával. Mindezt így írta le a pincgaui hírek. És egész héten át csak is erről beszéltek celben, mi sem természetesebb. A plegyka szép lassan mindent átszőtt. És mindig akadt egy valaki, aki egy picivel többet tudott a másiknál. A Brenner kénytelen volt mindenhova odafülelni, és most úgy érezte, hogy már sajog a füle. Mert ilyenkor sok zagyvaságot is végig kell hallgatnod, mi sem természetesebb. De tegnap az aranyozó temetésén a német nő egészen mást mesélt. Egészen mást. Na, ez tényleg jó, mivel tulajdonképpen olyasmit mesélt, ami nem feltétlenül illik egy temetéshez. És most nevetni fogsz, mert sokkal gyakrabban előfordul, mint gondolnád, hogy az emberek egy temetésen vicceket kezdenek mesélni. Ahogy a pillantása most súrolja a német nőt, a Brenner megpróbálja felidézni a viccet, amit a nő tegnap a temetésen suttogott a fülébe. De nem, nincs mit tenni. Ezt a viccet elfújta az őszi szél. A németnő meg ma olyan, mintha kicserélték volna. Egy pillanatra a Brenner nem tudta, hogy az Andi csüng a németnő karján, vagy a németnő az Andién, és már-már úgy tűnt neki, hogy a nő sír, pedig mi sem természetesebb. Mármint, hogy ebből a távolságból ezt nem mondhatta meg a Brenner. De most meg a Brenner volt az, Akinek hirtelen valami egészen más jutott az eszébe. Nem a vicc, amit a német nő mesélt neki a temetés kellős közepén, mert a Brenner nem az a fazon, aki könnyen megjegyez egy viccet. Ezért aztán inkább elcsodálkozott, hogy neki most éppen az a vicc jutott eszébe, amelyeket évekkel ezelőtt hallott a kollégája a Schmeller temetésén. Mert a smellert lelőtték egy bankrablásnál, és amikor a koporsója kezdett belesüllyedni a földbe, akkor a hazleuer meg éppen belekezdett ebbe a viccbe. És most láthatod, hogy a Brennert a Lorenz nemetése közelebbről érintette, mint azt ő maga gondolta volna. Mert ugye, pszichológia, mi sem természetesebb. És ha valaki manapság elkezd viccet mesélni egy temetés kellős közepén, akkor az világosan egyértelmű. A Brenner ismerte a Lorenzet, és neki, hát szóval legszívesebben azt mondanám, hogy szimpatikus volt neki a Lorenz. De azért most mégis elcsodálkozik, amint észreveszi, hogy ő maga is valami viccet mesél magában, mármint a Brenner. A Lorenz, ez a fantaszta, levegőbe röpítette magát, gyakorlatilag öngyilkos kommandó. Az aranyozó behajt a benzinkútra, a Lorenz meg azt mondja az Andinak, majd én megcsinálom, és az Andi semmi rosszra nem gondol, mert a Lorenz korábban is gyakran segített neki. Meg örült is ráadásul, hogy nem kell foglalkoznia az aranyozóval. Mert egyrészt ugye a boravaló, vagyis a hiánya, másrészt meg az örökös vita a cigi miatt, mert az aranyozó folyton égő cigarettával járkált a benzinkútnál. Szóval kimegy a Lorenz, fogja a fecskendőt, és ezt most úgy kell elképzelned, mint amikor két gyerek lefröcsköli egymást a kerti slaggal. Mert a Lorenz két méterről egyenesen a nagybátyja arcába spriccel a benzines fecskendővel. És persze ugye mindehez jön az égő cigaretta. Aztán meg mi sem természetesebb. Egy másodperccel később lángoltak mindketten, na meg persze az egész benzinkút. Egy csoda, hogy az Andi elfutott onnan, az életért futott, mert segíteni már amúgy sem segíthetett volna. Most ott áll a Brenner a sírnál, és egyszerre csak azt veszi észre, hogy átjárja valami részvét a Lorenz miatt. Nem normális bánat, szóval nem olyan részvét, melyet minden ember iránt érzel, hanem több annál, mint amennyit például az aranyozó iránt érzett a Brenner és ráadásul úgy, hogy a Lorenz a nagybátyja amerikai rokonait is megölte. A Brenner maga is elcsodálkozott, de valahogy ez mégsem illett neki teljesen a képbe. De így át a Pinszgaui hírekben, a nemec fényképe mellett. Lezárt ügy, ez át közvetlenül a nemec fényképe alatt. Erre a Brenner persze megmakacsolta magát, és elkezdett rokon szemvezni a Lorenzzel és a nemecképe mellett ott állt az Andié is. A szemtanú beszámolója. A Mandl még a kórházban interjú meg az Andit, és talán ez volt az oka, hogy akkor a Brenner egyáltalán nem beszélt az Andival. Hogy a Brenner talán nem akart olyan dökkesejüként viselkedni, mint a Mandl. Hogy ezért ideiglenesen beérte azzal, amit az emberek beszéltek és a riport alapinzgaui hírekben. Még akkor is, ha Mandl neve állt alatta. Elővigyázatossági okokból az Andit még a tűzvész éjjelén azonnal beszállították a kórházba, vagyis azután, hogy elkapták a tóparti sétányon. Mert csokkot kapott, és sem természetesebb, ezért körbe a féltavat, És aztán még védekezett, és folyton azt övöltötte, hogy sértetlen. És ez stimmelt is. A kórházban már várt rá a mandl, aki állandóan a főorvossal jár vitorlázni, így aztán rögtön megkapta az engedét az interjúra. Az Andi a mandlnak azt mesélte, hogy mindenről az aranyozó tehetett, mi sem természetesebb. Az aranyozó mindig maga vette le a tanksapkáját, pedig ez nem önkiszolgálókút és az Andi már ezelszel figyelmeztette, hogy ugyanis ne égő cigarettával a szájában nyissa ki a tanksapkát. Lorenz gyakran volt nálam a kútnál. Többnyire csak elüldögélt nálam és cigizett. Bent az üzletben szabad a dohányozás. Néha segített is nekem. De azon már elcsodálkoztam, hogy kimegy éppen akkor, amikor a nagybátyja jön tankolni mert ki nem állhatta a nagybátyját. Természetesen én sem. Kiszáll a négy kerék meghajtású autójából, és persze mindig égő cigivel a szájában. És azt mondja ekkor a Lorenz, maradj csak, majd én megcsinálom. Idáig gondolta át a Brenner a riportot, és semmi sem jutott eszébe, amire azt mondhatta volna, zagyvaság. De most azt vette észre, hogy a temetőben hirtelen a nemec áll mellette. És, mi sem természetesebb, most mindenki annyira össze volt préselve, mint a szardiniák. Olyan szorosan áll a nemec a Brenner mellett, mint a rendőrségnél egy teljes éven át egyetlen egyszer sem, hogy szinte már azt mondhatnád, gyakorlatilag testi kapcsolat. Hogy nehogy véletlenül is balra nézzen, azaz a nemecre. A Brenner mereven bámul a másik oldalra, ahol az Andi a kéz nélküli német nő karján De bármennyire hosszan bámulja is az Andit, és bármilyen gyakran gondolja át a vallomását a pincgói hírekben, nincs benne semmi olyan, ami tovább segíthetné a Brennert. Ülve maradok, és csodálkozom, hogy miért megy ki a Lorenz a nagybátyjához kiveszi a fecskendőt, de ahelyett, hogy a négy kerék meghajtású tankjába dugná, egyenesen a nagybátyja arcába céloz, mint egy pisztolyjal. De ő tehet róla, mert megint égő cigarettával a szájában érkezett. Azonnal meggyullad, mi sem természetesebb. De azt már nem tudom, hogy kezdett égni a Lorenz és az aranyozó autója, és később csak látom magamat, hogy a tavi sétányon rohanok. Lehetett vagy pár száz méter, már nem tudom. És aztán meghallottam a szirénákat, meg a mentőket. Régebben mindenki muskát littett az erkére, mert azok könnyen áttelelnek. Hallja a Brenner az ismerős hangot a bal fülében. Igen, igen, muskát litt. Ma napság már nem annyira megy. Nálam a petónia mindent ver. Na ja, a petónia. Szépek is. Biztos is, petóniák. De nehezen telelnek át. Teleltetés ugyan kibajlódik velem manapság, amióta megvan a szaunánk, nincs helyem a pincébe a balkonvirágoknak a teleltetésére. Na ja, egy jó hely, az kell, na ja, és még akkor sem tuti a petuniáknál. Na most Abrender pontosan tudta, hogy ezt a hangot ismeri. Jól ismeri de egyszerűen képtelen volt rájönni, kinek a hangja. És most már kezdett ideges lenni, hogy képtelen felismerni. Meg akart fordulni, de a másik oldalra. És ezzel természetesen nem sokra jut, mert ott meg a nemec áll a másik oldalon. A Brenner most egyenesen a nemec szemébe bámul. Aki viccent és megkérdi. Ismered? A Brennernek úgy tűnt, hogy a nemec a papra utal a fejmozdulatával, aki éppen a körülállókat hintette meg szentelt vízzel. Ismerte a papot, mi sem természetesebb, és nem is olyan régen történt, hogy a papról az Engleringer jutott az eszébe a Brennernek. De a vasárnapi misén látott filigrán emberkét már, mintha kicserélték volna. A sápat arcával, a csontig lesoványodott alakjával, a ferdén tartott, hamuszőke fejével úgy festett, mintha az egész figurát direkt a temetésre készítették volna. És szinte már eltöprengett az ember, hogyan lép színpadra mondjuk egy házasság alkalmával, vagy valami örömtelibb eseménynél, egy feltámadás esetén teszem azt. De a Brenner megint félreértette egykori főnöke kérdését, mert a nemez a fejével a legkevésbé sem a papra célzott és a Brennernek tulajdonképpen tudnia kellett volna, mire gondol a nemez, amikor megkérdi. Ismered? Mert volt egy szokása a nemecnek. Mindig olyan sajátosan vetette hátra a fejét, mielőtt belefogott egy viccbe, hogy szinte már azt hitted, az elfelejtett viccet kvázi a tudattalannyából kell visszaráznia az emlékezetébe. Bemegy a nő a szexboltba, hogy vegyen egy vibrátort, mondja a nemec. De a Brenner tüntetőleg elnéz mellette el a pap irányába. Megkérdi az eladót, hogyan kell használni, mire az azt mondja, hogy úgy, mint a férje péniszét. A nemec még csak nem is vette a fáradtságot, hogy suttogjon. Egy minisztráns lány, a csemegés Fürstauer lánya most éppen a pap felé nyújtotta a tömjén tartót. És a pap lendületes mozdulatokkal úgy eloszlatta a tömjén füstöt az egész temető felett, hogy már szinte azt hitted, valahol lángol egy benzinkút. Na most ezt így kell elképzelned. Az ezüst tömjén tartót az ezüst lánccal magasan a feje fölé emelte, és aztán meglengette és valahányszor a tömjén tartó visszalendült, neki csapódott a láncnak. Klak, 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 és ezt az egész szemető hallotta, még akkor is, ha hátul álltál, és nem láttál abszolút -e semmit. De a Brenner mindent látott, mi sem természetesebb. Csak hogy mit sem használt, hogy tüntetőleg elnézett a pap felé, amikor a nemec el akart mesélni egy viccet mert emiatt a nemec egyáltalán nem zavartatja magát, és folytatja. Másnapon ő megint bemegy a szexboltba reklamálni. A másik minisztráns lány most egy kis ásót nyújtott a papnak, hogy azzal a pap némi földet szórjon a Lorenz sírjára. És a körülállók közpár pár ember szipogni kezd, amikor a pap a magas sírós hangján azt mondja. Gondold meg, ember, porból lettél, és megint porrá leszel! De a Brenner nem tudott nevetni a nemec viccén. Egy arcizma sem rándult, csak ennyit mondott. És persze a tette a két amerikait a liftbe. Hirtelen megvilágosodtatok, vagy mi? Teljesen foppunk, mondja a rendőr még mindig a viccbeli nő hangján. Szóval úgy nézett ki, mintha nem lennének fogai, mintha az ajka ránőtt volna a fogaira, pedig a nemesznek inkább amolyan vékony ajka volt. És most a Brenner belegondolt, vajon most mi lenne, ha megtenné azt, amit az elmúlt évben már bizonyosan százszor is meg akart tenni. Na de, hát csak nem veri össze a nemecet egy temetés kellős közepén. Eljött, azt mondja, de továbbra is, anélkül, hogy a nemec fogatlan nő arcába nézne. Na, ez az egész minden esetre nagyon kellemesen alakult nektek. Most persze nem arról van szó, szóval nehogy azt hidd, hogy ebben a pillanatban a Brenner komolyan kételkedett volna abban, hogy teszem azt, a Lorenz volt a hunyó. Csak hát ebben a pillanatban nem jutott más és jobb eszébe a nemetszel szemben. Mert ott át a Pincgauj hírekben is, és hát az emberek semmi másról nem beszéltek. Hogy a Lorenz évek óta írta ezeket a leveleket. Meg hát a pogány egy ház, ez csakis a Lorenznek juthatott eszébe. És aztán, mi sem természetesebb, hogy a Lorenz az idén karácsonykor nem kapta meg a takarékbetét könyvet az aranyozótól. És még ráadásul a csekkek, mi sem természetesebb. A Lorenz egy rajzfehetség volt, az aranyozó elbújhatott mellette. Ami hát családi vonás. Mert a Mózer családban mindegyik muzikális, vagy a Majornál, a Hentesnél is, még mindig náluk kapod a legjobb májas furkát. A Lorenz úgy utánozta az aláírást, hogy a szakértőknek majd kiesett a szemük. De most, hogy a fényképe megjelent az újságban, egy bankos nő felismerte. A leveleket jó gyorsan kiszagoltátok, piszkálódik tovább a Brenner. Voltak éppen már fél évvel ezelőtt tudnunk kellett volna, mondja a nemec. Na de így megy ez, ha a kollégáira hagyatkozik az ember. Na most, mi sem természetesebb. Mármint, hogy annak idején fél évvel ezelőtt ez a Brenner munkája volt. De most semmi kedve, hogy bármit is bebizonyítson a nemecnek. Mert a nemec is pontosan tudta, hogy annak idején ő maga állította le, mármint a Brennert. A Brenner már semmit nem akart, csupán csak kiutni a temetőből. De amint megfordul, akkor jön rá, hogy a temető tömve van gyászolókkal, Ergo most kilátástalan eljutni a kijáratig. És azon kívül. Mi haszna lenne, ha most kijutna a temetőből? Az se tudná, hová menjen. Ugyanis még azelőtt jutott eszébe az ínyenc kávéház, mielőtt megfordult. Hogy ott meghúzhatná magát a pincérnőnél, mármint az Erninél. De az Erni jött el hozzá a Brennerhez. Komolyan és némán bámult rá, mint egy faszent, amikor a Brenner megfordult. És olyan kétségbe esetten nézett, hogy már szinte azt hihetted, egyszerűen képtelen feldolgozni a Lorenz halálát, vagy a nagy kérdést, hogyan is kellene a balkonvirágokat virágokat átteleltetni. 12. fejezet És most azt is megértette, Miért éppen ez alkalommal óckodott annyira a jelentéstől? Nyilván valahogy a levegőben lógott, hogy ez lesz az utolsó jelentés a Meyerling irodának a finálé gyakorlatilag. De azt nem értette, hogy miért ül olyan leverten a szobájában. Fél öt óta, amióta a temetésről visszajött, az ágy szélén ül, hogy már szinte azt hihetted, enyhe szélütés, éppen abban a pillanatban, amikor le akart feküdni. És azóta a szőnyeg mintát tanulmányozza, noha a minta, hát hogy is mondjam, nem volt különösebben érdekes. De egyet azért ne felejts el. A Brenner nem olyan ember volt, na, hogy magyarázzam meg neked. A cáli megbizatás hozzásegítette, hogy ne kelljen sokat töprengenie mert azt ne felejtsd el, hogy csak fél éve hagyta ott a bűnügyet, és azért ez olyan helyzet, amivel azért meg kell birkózni. És a célben töltött hónapok persze jól jöttek neki, a véletlen, hogy azonnal munkája akadt. De ez nem tarthatott örökké, és most vége is volt. Meg, hogy is mondjam, szóval talán a nemecféle történet is játszott némi szerepet abban, hogy most annyira levertnek érzi magát. Hogy nem ő oldotta meg az ügyet, hanem a nemec. Vagyis alapjában véve egy elpocsékolt fél év. Nem tesz semmit. A szőnyeg mint a amolyan virágos volt, de inkább, mint a fogaskerekek, szóval úgy képzeld el, hogy egymásba kapaszkodó virágok. És ha elég hosszan bámultad, szinte azt hihetted, forognak. Vagy talán azért is volt olyan levert, mert hát mégiscsak egy emberi tragédia. És most egyszerre tudatára ébredt ennek. A Lorenz, az aranyozó. És ilyenkor elcsodálkozik az ember, hogy miért csak most, hogy korábban miért nem jött rá erre. Na de ilyen az ember, egyszer csak tudatára ébredsz, és magad sem tudod miért. Pár nappal ezelőtt még órákon át csevegett a Lorenccel és az aranyozóval. És most egyszerre annyi sem maradt belőlük, ami elég lett volna egy rendes temetésre. A szőnyek színe, hát szinte leírhatatlan, teszem azt, mint a megszáradt méz. És a forgó virágoknak alapjában véve ugyanilyen színe volt, nappali fénynél nem is nagyon láttad őket. De mesterséges megvilágításnál már előbukkantak. Na de most nem volt erről szó, mert a Brenner nem kapcsolta fel a villanyt, mert hát ahhoz mégiscsak mozognia kellett volna. Már alkonyodott, és a Brenner nem tudta, hogy valóban látja-e a virágokat, vagy azok csak a fejében forognak. Most a meggyilkolt amerikaiak tűntek fel a fejében. Amit a Claire házi feladatában olvasott róluk, mindez megint eszébe jutott. Még a világító számokat festőnők iránt is részvétet érzett, jól lehet, közülük már senki sem élt. És a kényszermunkások iránt is, akik a védőfal építésénél megfagytak, vagy lezuhantak a mélybe. Ez már csak így van, hogyha egyszer morális gondolataid támadnak, akkor egyszerre minden eszedbe jut, és persze mindenből a legrosszabb, mi sem természetesebb. És most, hogy a Brendert mindez megtámadta, mindenképp feltűnt egyik a másik után, végtelenül szívósan és lassan, és egyik sem tűnt el közülük. És minden együtt olyan lassan és szívósan forgott, hogy már azt hihetted, mosógép, de ez nem vizet pörgetett, hanem mézet. És az Erni, a pincérnő és az erkéje is ott pörgött a mézmosógépben. És a Fuchs Andi olyan szomorúan bámult ki a mézmosógépből, hogy a Brenner már arra gondolt, most felállok és felkapcsolom a villanyt. Mert addigra már szinte teljes lett a sötét. De a Brenner még mindig látta, hogyan forognak a virágok a padlón. És a Fuchs Andi mellett a kéznélküli német nő állt, és egyenesen a brennel szemébe nézett a maga centiméter vastag bifokális szemüvegével. De most figyelj, mert már fél nyolc volt. Mármint, amikor a Brenner végre mégiscsak lement a fogadó söntésébe. De nem ült le. Csak egy csomag cigarettát kért, aztán kiált az utcára, és nyolc hónap után elszívta az első cigijét. Na most nincs olyan ember, aki legalább egyszer ne hagyta volna abba a dohányzást, ismered ezt. Az első egyáltalán nem ízlik neki, inkább undorítja. De a szán a második, meg a harmadik, normális esetben épp úgy ízlik, mint korábban ízlett. Ám de a Brennernek most nem ízlett még a harmadik sem. Akkor a szán feladta, és megint felment a második emeletre, és lefeküdt aludni elalvás közben még elcsodálkozott, hogy amíg a három cigarettát elszívta, egyetlen ember sem haladt el az utcán. Autó sem, egyáltalán semmi. De természetesen lehet, hogy ekkor már aludt, és talán csak álmában tűnt olyan kihaltnak minden. Amikor felébred, reggel 11. Na most ehhez tudnod kell, hogy ha többet aludt nyolc óránál, a Brenner mindig fejfájásra ébredt. És most ráadásul 14 órát aludt. És pontosan abban a pillanatban, amikor az orvos neki fog, hogy egy elektromos kézi fűrészsel lefűrészelje a koponyáját, felébred. Azonnal belehányt a vécébe, mi sem természetesebb, de a fejfájás ezután csak még hevesebben támadott. Tudod, amikor szeretnéd kihányni magadból, de nem megy. Eleinte csak azon csodálkozott, miért szól a vekker percek óta. Mert hát nem állította be. És hogy valójában a telefon csöng, az csak akkor vette észre, amikor a csöngés abba maradt. Amikor végre beáll a zuhany alá, megint megszólal a telefon. Na most, egyrészt, másrészt. Egyrészt nem lesz hülye, és azért, mert a telefon szól, még nem állítja le a zuhanyt mert természetesen nincs annál jobb, mint amikor a beton nehéz nyakadon semmi más nem érzel, csak a forró vizet, semmi mást. Másrészt viszont a telefon pontosan ugyanazt az örejt keltette, mint a doktor kézi fűrésze, csak hogy ez most egy csengő kézi fűrész volt. Ilyenkor a lefejezés lenne a legjobb, mi sem természetesebb, csak ez segít, ha egyszer valódi migrén ruhamod van. A zuhanyozás semmi a lefejezéshez képest. De hát a lefejezés egy dolog, és a kézi fűrész hangja egy egészen más dolog, mert a csengés most a téboly szélére kergette a brennert. És kirohan a tusolóból, és anélkül, hogy megtörőközne, felveszi a kézi fűrészt. Bezorás! Milyen hangja van ma? Dübörög elő a fűrészből. De érdekes. Mielőtt a Brenner megismerte volna a taxis-goggenberger hangját, a Virginia bűz már ott volt az orrában. Most a Brenner azt hitte, megint elhánnya magát, de aztán azt mondja: Hmm. Hé! Hey. Hmm, Mondja a Brenner, mert még mindig akadt némi gondja a hangjával. Hát tegnap hat menetet csináltam a temetőbe, tegnap. Beszarás! Hatszor a temetőbe egy nap alatt. Tegnap. De hát tegnap mégiscsak a Lorenzet temették, ugye? Hmm. Mondja a Brenner. Csak azért kérdem, mert én nem voltam ott. Mert ki akartam menni, de beszarás, hát kettévágni vágni azért nem tudom magam. Felveszek egy fuvart a temetésre, és mondom, ma ezt tisztára megéri, kimész a fuvarral, ott maradsz, megnézed te is. De már oda jön a rádión még, még egy fuvar, és 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 még egy fuvar. Hmm, szól közbe a Brenner, amivel azt akarja mondani, hogy ez most már hét fuvar. Szóval ezért nem voltam ott. Ma meg szabaddá tettem magam, hát mégiscsak a magam ura vagyok kimegyek Kaprumba, a tavi fogadóba. Gulyást enni. Hmm. Gulyást enni. Ettől megint elfogja a Brennert a hányinger, mi sem természetesebb. A fogadós jó ismerősöm, mert legalább egyszer egy héten kimegyek hozzá gulyást enni. A Brenner már le akarta tenni, mert a telefonzsinór ahhoz nem elég hosszú, hogy mondjuk így Egyidejűleg képes legyél telefonálni, meg bele is hányni a WC-be. De most azt hallja, hogy a taxis azt mondja. Kérdem a fogadósnőt, nőt, beszarás, hát mitől vagy ma olyan sápat, mint egy kihány grízgaluska? Hmm. Erre azt mondja, egy halott van a szobában. Miféle halott, kérdem én, de a fogadósnő nem ismeri. Hogy nézzem meg én, mondja a fogadósnő és beszarás. Mit gondolsz? Ki volt a halott? Hm? Hát a Lorenz. Akár hiszed, akár nem. Beszarás. Na most, ez volt az első valódi szó aznap a Brenner szájából. Na most, azt tudnod kell, hogy a migrénye ellen olyan erős tablettát szedett, hogy valóságos bomba gyakorlatilag. Normál esetben egy is elég volt, hogy felkavarodjon tőle a gyomra. De most hármat vett ki a dobozból, és lenyelte őket víz nélkül. Aztán felöltözött, és kiment a lifthez. Amint a lift szót meglátta a lift fölött, eszébe jutottak a halottak a liftben. És noha ez nem sílift volt, hát, hogy is magyarázzam meg neked? Szóval a Brenner minden esetre most gyalog ment le a lépcsőn, Lépésről lépésre, szép lassan, hogy már azt hihetted, öregek napközien. A rózsaszínű Chevrolet közvetlenül a fogadó bejáratánál állt. Amint a Brenner kinyitja a kocsi ajtót, azonnal orba vágja a bestiális Virginia bűz. De semmi baj, mert a Brenner nem hányja tele a Johnny Chevroletjét. Amint beült az anyós ülésre, a taxis azonnal elindult. Mi sem természetesebb, hogy éppen olyan lassan, mint mindig. De a Brenner ezúttal direkt hálás volt ezért. Azt mondja. Biztos vagy benne, hogy a Lorenz? De a Johnny csak mosolyog, győzelem Szűk fél óra alatt teszi meg a 15 kilométeres utat, és már le is parkol a fogadó bejáratánál. Tavi fogadó, így hívják a helyet, de inkább úgy fest, mint egy leharcolt talponálló. álló. Fél tizenkettő volt. A Brenner meg boldog, hogy végre kiszállhat a bűzlő Chevroletből. A parkolóban mesés levegő fogadta, mesés hegyi levegő, mert a tavi fogadó meglehetősen magasan fekszik, jó 1500 méter magasan, közvetlenül az erdő mögött. És most a Brenner először is vett néhány mély levegőt. Annál rosszabb, mi sem természetesebb, amikor kinyitja a fogadó ajtaját. Mert a konyhában már megint zsírt melegítenek. Avas, gondolta a Brenner, és körülnézett az étteremben. Ahol ebben az időben még egyetlen ember sem mutatkozott. De mielőtt a Brenner meg a taxis leülhettek volna, sietős léptek, hallatszottak a folyosóról. Egy papucsos nő csattogó léptei a kőpadlón. A papucson kívül a nő fehér kötényruhát viselt, amelyet valószínűleg csak szombatonként cserélt le. De most péntek volt, mint tudod. Na most meg se kérdi, hogy innának-e valamit az urak, hanem azonnal előzódítja az egész történetet. Mert félt, hogy a végén még a akarnak varni valamit, mi sem természetesebb. És a nő egész idő alatt ott állt az ajtóban, és szorongva nézte a Brennert, miközben ezt mesélte. Nálunk tizenkettőkor van záróra, de sokszor, ha nincs semmi, már tízkor vagy tizenegykor bezárunk, ha elment az utolsó vendég. Nem megy itt fent az üzlet. Amióta a férjem meghalt, minden évben rosszabbul megy. Csak télen megy, amikor a sielők beugranak néha félúton. Nyáron rosszul megy. Most meg egyáltalán nem megy. Csak pár kártyás jön. Na most ne felejtsd el, hogy a Brenner még nem reggelizett, még egy kávét sem ivott. De nem akarta félbe szakítani a nőt, ezért a tálaló asztalon lévő kenyeres kosárból kihalászott egy kenyeret, mert a tálaló ott állt az asztal mellett. A száraz, tegnapi kenyér most éppen megfelelő volt a Brennernek. De tegnap a kártyások tovább maradtak, a fulterer, a segéderdész, a brokál, a mérnök az erőműnél, a bankigazdató és a fandl az üzletember. Minden szerdán itt tarokkoznak. Általában olyan nyolctól tízig, de ezen a szerdán valami foci meccs volt, azt megnézték, és még mások is jöttek, mert bár ma már mindenkinek van tévéje, mégis szívesebben nézik a meccset a kocsmában. Amikor vége lett a meccsnek, a többiek elmentek, és a brokálmérnök meg a fulterer is menni akartak, de a bankigazgató még tarokkozni akart, mert már nyugdíjas, és nem kell korán kelnie. És tizenegykor megjött még a lejtinger is, aki már részeg volt, és rendelt még egy sört. Fél tizenkettő tájban hallom, hogy jön egy autó. Bejött egy ember, akit még sosem láttam azelőtt. Nagyon sápat volt. Annyira, hogy már majdnem megkérdeztem, mi baja. A kártyások is csak őt bámulták. De mielőtt még mondhattam volna bármit is, már rendelt egy dupla gyümölcspálinkát, és azonnal legurította. Azután még egy duplát, és még egyet. A lejtinger, aki maga is részeg volt, oda is szólt neki. Na jó kis húzatod van, de az ismeretlen férfi semmit sem hallott, szóval már azt hitte volna az ember, se nem hallja, se nem látja, mi történik körülötte. Aztán még egy dupla, és megint legurította. Nem sokkal tizenkettő előtt hallom, hogy a kártyások szedelőzködnek. Kasszírozok náluk, aztán a Leitingernél is, aztán oda megyek az idegenhez, és mondom neki, hogy zárunk, erre azt mondja, megy már, de előtte még szeretne egy üvegrumot. Gondoltam magamban, magával akarja vinni az üveget, gyakran előfordul az ilyesmi. A népek beviharzanak, mert elfelejtettek bevásárolni, és aztán elvisznek egy üveg bort vagy pár sört. Többiek mondták is aztán, hogy nem hitték volna, hogy a rumos üveget simán a szájához emeli, és egyetlen kótyra kiüríti az egész palackot. Már azt hitted volna a víz. Pedig nem, ez rom volt, nyolcvan százalékos. Mindannyian ott álltunk körülötte, senki nem szólt egy szót sem. De gondoltam később, nagyjából mindannyian ugyanaz gondoltuk. De csak a Leitinger mondta ki, valószínűleg azért, mert maga is részeg volt. Eleinte csak némán álltunk, a Leitinger is legalább egy percig. Aztán, hogy az ismeretlen kiitt a rumos üveget, hét deci, nyolcvan százalékos rumot. Csak néztük, és mindenki arra várt, hogy mikor esik össze. De nem esett össze. És ekkor a Leitinger azt mondta, szerintem ez egy kísértet. Szóval most fényes nappal ez teljes hülyeségnek hangzik, de abban a pillanatban tényleg attól féltem, hogy egy kísértet. Mert nem esett össze. És a férfi népre is egyre kísértetiesebben hatott, mert ott állt az üres rumos üveg mellett, és nem esett össze. És akkor megkérdi tőlem, hogy van-e szobám? Egészen normális hangon, még csak nem is dadogott, vagy ragadt össze a nyelve. Teljesen normál hangon megkérdi, hogy van-e kiadó szobánk. Igen, mondom, van szobánk, pedig féltem, Másrészt meg örültem, hogy egyáltalán képes még beszélni. Aztán a férfiak elmentek, de jól valahogy nem érezték magukat. Ez látszott rajtuk. Én meg felkísértem az idegent az első emeletre, a szobájába. Mögöttem jött, kicsit bizonytalanul, de nem nagyon. Egyáltalán nem tragikusan. Azt mondtam, jó éjszakát. Azt mondta, jó éjszakát. És azután lefeküdtem, de kétszer is bezártam az ajtómat. Eleinte nem tudtam elaludni, de mivel semmi zajt nem hallottam az idegen felől, végül mégis elaludtam. Hogy reggel meg sem odszant, azon nem csodálkoztam eleinte. Biztosan kialussza a részegségét. És akkor biztosan nem kísértett gondoltam, ha ki kell aludnia a részegségét de később aztán mégis felmentem megnézni, hogy mi a helyzet. Ott feküdt holtan a padlón, még csak meg se ágyazott. A Brenner még nem ette meg a kenyerét, de rögtön azt kérte a fogadósnőtől, hogy mutassa meg neki a halottat. A fogadósnő mögött lépegetett a nyikorgó falépcsőn föl az első emeletre. És amint a fogadósnő kinyitotta a szoba ajtaját, már nem kételkedett többé, hogy a halott valóban a Lorenz. Azt hittem, csak magával akarja vinni a rumos üveget. Mondja a fogadós nő. Ja, ja, mondja a Brenner. A nő rettegett a rendőrségtől, ami kapóra jött most a Brennernek. Mert hát pár órára még szüksége volt. Zárja be az ajtót, mondja a Brenner, aztán megint indulnak a falépcsőn, de ezúttal a Brenner megy elől, és a fogadós nő mögötte. De érdekes. Lefelé menet a lépcső sokkal kevésbé nyikorgott, mint fölfelé menet. Lent a taxis vált rájuk, aki a maga 120 kilójával nem akarta még egyszer megmászni a lépcsőt, mi sem természetesebb. Aki most triumfált, mert a Brenner először nem hitte el neki, hogy a Lorenzről van szó. És ne szóljon erről egy szót sem. A legkevésbé a rendőrségnek. Este visszajövök, mondja a Brenner már kint a parkolóban a fogadós nőnek. És amint ismét a taxiban ül, megkérdi a Johnnyt. Tudod, hol lakik a Fox Andy? A Johnny nem mondott se igent, se nemet, de a Brenner annyira már ismerte, hogy nála ez annyit jelent, igen. Miért vezetsz olyan lassan, voltak éppen? Abszolút normálisan vezetek. Most természetesen, szóval a Brennernek még mindig fájt a feje. És minden méterrel, ahogy a Johnny előre vonszolta magát, úgy tűnt neki, hogy a fejfájása megduplázódik. Idegesen dobolt a tartón, a fából készült kesztyűtartón a Johnny régi Chevroletjében, de a dobolás mit sem használt, és akkor azt mondja a Brenner. Az Isten szerelmére, menj már egy kicsit gyorsabban. Nem vagyok én tűzoltóság, mondja a taxis, előhúz egy félig szívott Virginiát a zakó zsebéből, és rágyújt. Na most a Brenner tudta, hogy legfőjebb pár órája van, mert ha este felé nem jön vissza, a fogadós nő már puszta félelemből mégis elrohan a rendőrségre. Utoljára mondom, amíg finom vagyok, hogy menjél gyorsabban, üvölti a Brenner. De most a taxis Johnny Goggenberger tüntetőleg még lassabbra veszi a tempót. Utoljára mondom, amíg finom vagyok, hogy a semimmel 23 éve nem mentem gyorsabban 70-nél, és ma sem fogok. De ez most csak féligasság volt. Mert nem sokkal később szemtanúi voltak annak, hogy a rózsaszínű Chevrolet a döngetett cell irányába. És a szemtanúk elcsodálkoztak, mert errefelé mindenki jól ismerte a Johnny vezetési stílusát. De azt persze nem tudták, hogy a Johnny mellett a Brenner ül, aki most a vadonatúj glokját ráemeli a taxisra. És most a Brenner örül, hogy tegnap előtt mégis beugrott az ifjabb Pertererhez. Beszarás! Ezt még egyszer megbánod mondja a kedélyes sofőr. Ha még egyszer azt mondod, hogy beszarás, meghúzom a ravaszt. És a Brenner a másik kezével már az autó telefont markolta, és az Andi telefonszáma után tudalkozódott. De csak az anyja volt otthon, akinek fogalma se volt róla, hol az Andi, mi sem természetesebb. Új uticél! Prausenstadl! mondja a Brenner a Johnnynak, még mindig a pisztolyjal a kezében. Pár perc múlva meg is érkezett a házhoz a Chevrolet. Látod, így is lehet menni, mondja a Brenner, és kiszáll a taxiból. Eszelős egy alak vagy, beszarás! mondja a Johnny, és úgy elporzik, mintha nem venné észre, hogy immár senki nem fenyegeti egy pisztolyjal. 13. fejezet A Preussen Stadl kívülről úgy néz ki, mint egy alpesi kunyhó, de nehogy már azt hidd, hogy amolyan primitív. Mert a négy emeleten 52 lakás van, és belülről a maga két liftjével topmodern az egész és nem kell sokáig várnod, hogy megjöjjön a lift, mert ha az egyik egészen fönn van a negyediken, és te a földszinten várakozol, akkor lejön a másik lift. De a Brenner most nem használta a liftet. És noha a kéz nélküli nő a harmadikon lakott, ma a Brennernek valahogy ellenszenvesek voltak a liftek, mert azt ne felejtsd el, hogy fejfájás meg az egész izgalom Szóval inkább gyalog megy, mint hogy beszálljon egy liftbe. A német nő a keleti oldalon lakott egy garzonban. A házkaput az ümbögő nyomógombbal azonnal kinyitotta, gyakorlatilag abban a pillanatban, ahogy a Brenner megnyomta a csengőt. A Brenner elcsodálkozott, hogy a nő bele se szólt a mikrofonba, hogy ki van odalent, hanem azonnal megnyomta a kapunyitót. De mi sem természetesebb de a Brenner azt nem tudta, hogy a Preussen Stadl kapuja kamerával van felszerelve. Azt hihetnéd, hogy egy detektívnek észre kellene venni az ilyesmit, de arra alig ha számíthatott, hogy a szarvas agancsban egy kamera van elrejtve, így aztán nem vette észre. Most, amint felér a harmadik emeletre, látja, hogy az egyik lakásajtó éppen csak ki van támasztva, vagyis gyakorlatilag búj be! Mégis kopog, inkább csak a forma kedvéért, és aztán lép be. Hogy a német nő nincs egyedül, azon nem lepődött meg, mi sem természetesebb. Mert hát mégiscsak az Andi miatt jött, így aztán nem lepte meg, hogy ott van, már mint az Andi. De azt már nem várta, hogy az Andin és a német nőn kívül még valaki ott lesz. És ha az Andi rémülten nézett ki, akkor a Claire karigán meg olyan sápat, hogy a fehér az semmi hozzá képest. Ez nem a fény miatt volt, mert a német nő teljesen normálisan nézett ki, egy idős nő, aki ráadásul makkegészséges. Na most a német nőnek egy üvegdohányzó asszala volt, amelyet ezek hárman körülültek, és nézték, hogyan lép be a Brenner a szobába mert az előszobából a szobába nyíló ajtó tárva nyitva állt. Az előszoba padlója szürke műanyagból készült, de a nappalit fehér, gyapjúszerű szőnyeg borította. És ez feltűnt a Brennernek, mert bár a kamera nem tűnt fel neki, de a padlószőnyeg most feltűnt neki. Nyugodtan ráléphet cipővel, mondja a német nő mert persze észrevette a Brenner habozását, mi sem természetesebb. Akinek egyrészt nehezére esett utcai cipővel rálépni a fehér padlószőnyegre. Másrészt zokniban belépni a nappaliba, ez olyan tűnt neki ebben a pillanatban, mintha a pogány egy házba lépne be. Foglaljon helyet! Mondja a német nő barátságosan, miután a Brenner párhatározatlan lépést tett a fehér szőnyegen, amely olyan puha volt, hogy szinte belesüppett az ember. Na most, egy valóságos nappali garnitúra volt a dohányzó asztal körül, szóval akadt hely elegendő. A német nő egy heverőn ült, mellette az Andi, de úgy, hogy mindketten arra az ajtóra néztek, amelyen át a Brenner belépett. A Claire háttal ült az ablaknak, mert szemben az ablakkal a tévé ment, de a hang levéve. A Brenner egy pillanatra átgondolta, hogyan reagálna a Claire, ha leülne vele szemben, de úgy, hogy miatta ne láthassa a tévét. De a azt mondta. Szívesebben állok. Iszik valamit? A migrén tablettáktól a Brenner olyan szomjas lett mindig, hogy egy nap olykor 5-6 liter vizet is megivott. És ma mindjárt három tablettát vett be, és gyakorlatilag még egy kortyot sem ivott, Szóval képzelheted, milyen szomjúság gyötörte. Nem, köszönöm. Nem vagyok szomjas. Na most a német nő egy kicsit dühös lett, mégpedig oly módon, melyet a Brenner sosem kedvelt. Üljön már le végre! A Brenner ezt a hangot egyszerűen nem szívelhette, hogy valaki így rátámadjon. És különösen, ha egy öreg asszony az illető, mivel erre különösen érzékeny volt, talán pszichológiailag. Régebben a felnőttek mindig ebben az önelégült stílusban szóltak hozzá, ha mondjuk a hajával akad gondjuk, mert a Brennernek régebben hosszú haja volt, szóval a hatvanas években. Ez a félig leplezett indulatosság momentán erre emlékeztette: Az nem természetes, hogy nem jársz fodrászhoz. Régen volt. Több mint húsz éve vágatta le a haját. Eleinte meg sem ismerték az emberek. Még a legjobb barátainak is egy rettentő másodpercükbe került, míg azonosították a brendert. Szívesebben állok. Ahogy tetszik. Miért is? Szóval, minek köszönhetem a megtiszteltetést? Segíthetek talán valamiben? Voltak éppen nem magáról van szó. Most a Brenner ránéz a német nő mellett ülő Andira, és azt mondja: Sajnálom, de a Lorenz meghalt. Mire természetesen a német nő rettentő haraggal? Most gyötörni akar minket, két nappal a temetése után még van kedve szórakozni ezzel? Mivel a nő nem tudhatta. De az Andi persze igen, mi sem természetesebb. És most már alig láttad, mert annyira belesüppett a heverőbe. Mert a garnitúra bészínű volt, és az Andi is most bézs volt, annyira, hogy szinte ki sem látszott a garnitúrából. De a vízkék szeme annál rémült ebben mered ki a garnitúrából. Cseszínű szemek, gondolta a Brenner, és azt mondta. Tegnap este a Lorenz feltűnt egy kaproni vendéglőben, egy üvegrummal megmérgezte magát. És ma reggel holtan találta a fogadósnő? De a német nő nem akarta elhinni. És ki azon azonosította? Én mondja a Brenner. Na és melyik fogadóban? kérdezi a német nő, de már nem olyan magabiztosan. Voltak éppen, most én akarok kérdezni mondja a Brenner. Az Andi csak némán bólintott. Mert tudta, mire megy ki a játék, mi sem természetesebb. Szeretnél inkább kettesben beszélni velem? Kérdi a Brenner. Nem, int az Andi. Mindenkinek azt mesélted, hogy a Lorenz elégett az aranyozóval együtt. Pedig pontosan láttad, hogy a Lorenz elmenekült. A Brenner a szemébe nézett most az Andinak. Vagyis két világos kék nyomógomba, amelyeket egymástól pár centi távolságra szegecseltek bele a bés heverő háttámlájába. A szeméből a legcsekélyebb jelét sem lehetett kiolvasni annak, hogy az Andi mikor dönti el, mond-e valamit egyáltalán. De egyszerre csak beszélni kezd. A Lorenz lefutott velem a tóhoz. Azt mondtam neki, hogy állítsuk be balesetnek. Vagyis, jobban mondva, ez igaz is volt, baleset. Az aranyozó maga tehet róla, mondtam a Lorencnek, mert cigivel a szájában tankol. Ezt mindenki belátja, mondom neki. A rendőrség, a biztosító, mindenki, mondom neki. Csak ugyanazt kell vallanunk, mondom neki, a Lorencnek. Hogy az aranyozó. Úgy elhallgatott most az Andi, hogy a Brenner azt hitte, többé nem szólal meg. Mert azt hitte, már mint a Brenner, hogy bármelyik pillanatban összemosódhat a bés garnitúrával, úgyhogy a végén már csak a heverő támlájába beleszegetselt gombok maradnak belőle. És aztán mégis megszólalt az Andi. A Lorenz hallani sem akart erről. Ráművöltött, hogy szóba se hozzam a balesetet. Mert mindenkinek úgy kell tudnia, hogy az aranyozóval együtt ment gajra. Szándékosan ment gajra. Ahogy a főnököm is mindig azt üvölti, ha felbőszítek egy kuncsaftot, veled fogok gajra menni. A Lorenz meg azt üvöltette, hogy mindenkinek azt kell mondanom, hogy szándékosan ment a nagybátyával együtt gajra. És miért nem ezt mondtad? De hát kezdettől ezt mondtam hogy a Lorenz szándékosan csinálta. Az Andi most kihúzta magát a garnitúrában. Már azt hihetted, hogy magyarázkodnia kell, de nem a Brenner, hanem a Lorenz előtt azért, hogy hamis vallomást tett. És hogy elégett, hogy kimosson téged a szarból? Az aranyozóért nem kár, a Lorenzért kár. És most megint a német nő volt az, aki közbe avatkozott. Levette a vastag szemüvegét, és a karcsongjával megdörzsölte a szemét. Mert mi sem természetesebb, ő éppen úgy akarta megdörzsölni a szemét, mint bárki más, ha fáradt. De az ilyesmi gyakran eléggé furcsán hat, és a Brennernek most kellemetlen érzése támadt, amikor oda nézett. Ötször vagy hatszor csinálta meg ugyanazt a mozdulatot. A jobb csonkjával teljes erővel a homlokától indulva, és aztán az orra külső oldalától dörzsölte a szemét, hogy már azt hihetted, bele akarja nyomni a koponyájába. És aztán megint a homlokától indulva kezdte dörzsölni a másik szemét. Szóval, mint mondtam, a Brennernek kellemetlen volt ez, de ennek ellenére képtelen volt a szemét levenni róla. De most figyelj, ez nem a karmozdulatok miatt volt, szóval nem a csonkok miatt, hanem a német nő szeme miatt. Mert most történt meg először, hogy a Brenner a maga valójában látta a szemét, hiszen normális esetben csak a vastag bifokális szemüvegen át látta, óriásira felnagyítva és eltorzulva, hogy már szinte azt hihetted, hogy egy hal, vagy amit a természettudományi múzeumban látni egy kihalt állat, kvázi. A valóságban a német nőnek sokkal kisebb szeme volt, mi sem természetesebb. De nem ez volt a lényeg. Mármint nem ez zavarta a Brennert a nő szemében. De most azt gondolta, hogy talán csak az elevenség miatt van, összehasonlítva az Andi üveges baba szemével. Aztán a német nő megint feltette a szemüvegét, és halkan azt mondta. Legalábbis így látja a rendőrség. És hogy látja maga? És maga hogy látja? Kérdi a Brenner. De közben valami egészen máson töprengett. Jobban mondva, nem töprengett. Na most úgy képzeld el, mint amikor egy szó már ott van a nyelveden. De a jó égnek se jut eszedbe, pedig érzed, hogy ott bizsereg a nyelveden. Csak hogy az nem egy szó volt, ami a Brenner kutatott. Na most könnyű azt mondani, amit az emberek mindig mondanak, ne gondolj rá, akkor majd eszedbe jut. Mert hogyan is nem gondolhatnál arra, amit éppenséggel feltétlenül tudni akarsz? És a Brennerrel sem volt másként, mert egyszerűen képtelen volt másra, mint hogy a vastag bifokális üvegen állszkadatól belebámuljon a német nő szemébe. De nehogy azt gondold, hogy valami idegenelem volt, ami most annyira foglalkoztatta. Éppen ellenkezőleg, valami nagyon is ismerős vonás. És ez, azt kell mondjam, egyenesen nyugtalanította. Vagy azt kell mondjam, félelembe kergette. De nem szavak voltak, amelyeket most a nyelvén keresett. Vagyis gyakorlatilag semmi olyan nem csiklandozta a nyelvét, amit keresett. Nem a nyelvén, hanem kvázi a szemén viszketett az a valami, vagyis szembeötlött, szemet szúrt, mert egy kép volt az, amit egész idő alatt keresett. De milyen kép? Ne gondolj rá, ne gondolj rá! Az aranyozó. Mondja a német nő! Mármint ez volt a válasza a Brenner kérdésére, hogy szerinte akkor kiölte meg az amerikaiakat de ez már régi dal volt, ami a Brennert most a legkevésbé sem érdekelte de most figyelj! Mert egy pillanatig, ahogy talán a műlesiklásnál történik, amikor a győztesnek egy ezred másodperc előnye van, egy ezred másodpercig anyomozó most valami egészen másra gondolt. Arra, amikor először utazott a metrón. Ekkor 18 éves volt, és az érettségi után elutazott Londonba. És amikor az ember egy állomáson várakozik, már tudja, hogy most jön a metró, mielőtt még meglátta, vagy meghallotta volna. Mert már egy állomással előbb megérezte a húzatot, mert a metró gyakorlatilag egy légpárnát hajt maga előtt. Mondja még egyszer! Mondja a Brenner. Az aranyozó. Mondja megint a német nő. Megtenne nekem egy szívességet? Kérdi a nyomozó. Ha ezzel segíthetek magának. Mondja a német nő, és még mosolyog is hozzá. Ha nincs ellenére, Kérem, vegye le még egyszer a szemüvegét. Na most. Tisztán és magánvalóan abban nem volt semmi feltűnő, hogy egy öregasszonynak olyan sok ránc van a szeme körül. De ez már valóságos sugárkoszorú volt. És a Brennert most arra a milliónyi szarkalábra emlékeztette, amely öregségére a Klára nagynényének keletkezett a felső ajka körül és a Klára néni mindenkinek azt magyarázza makacsul, hogy ez a dohányzástól van, mert erős dohányos volt, és beképzelte magának, hogy ha az ember beleszív egy cigarettába, akkor attól ilyen tangó harmonika ráncocskák képződnek a felső ajkánál. De aztán a Klára féltestvérének öregségére éppen ilyen ráncocskák képződtek a felső ajkán, aki a Brenner anyja volt, és soha életében el nem szívott egy szigit. És most a Brenner azt mondja a kezetlen nőnek. Mindig azt hittem, hogy ezt a szemműtét okozta. A maga testvére mindig úgy csippentette össze a szemét, mintha éppen a napba nézne. És milliónyi kis szarkaláb volt a szeme körül. Automatikusan azt hittem, hogy ez a szemműtéttől van. Nem, nem a szem van, mondja most egészen nyugodt hangon az aranyozó húga. Ez családi vonás nálunk. Anyánknak is ilyen koszorú volt a szeme körül, és nem öregségére, hanem már negyven évesen. Olyan renyhe ráncos bőr, mint a kiszárad bőralmának. Ismeri a bőralmát? Most csak nem ötven évvel azután, hogy eltűnt celből, visszajött ide. Csak hogy bosszút álljon a bátyán. A Brenner maga is csodálkozott, mennyire remeg most a hangja. Mintha attól fért volna, hogy a kezetlenül letagadhatatlan hasonlósága a bátyával egy csapásra semmibe tűnik. A bőralmának amolyan bőrszerű, vastak van. Gyakran főzőalmának is nevezik, mert megfőzik és kompótot csinálnak belőle vagy tölteléket az almásrétesbe, de ha meghámozzuk, nyersen is elég finom. Nem félt, hogy felismerik szelben? Most felállt a kezetlen nő, és odament a tévéhez. A tévé fölött még egy könyvespolc is volt, rajta kis bekeretezett fénykép állt. Na most talán érted, miről beszélek, szóval, ha bemész az öreg emberek lakásába, Mindenütt ezeket az ősrégi fekete-fehér fotókat látod. A nagypapa nagypapája az első világháborúban, vagy még régebben. Vagy ezeket a retusált potrékat látod, és már szinte azt hiszed, hogy több száz évesek. Nézze meg! Így néztem ki, amikor elűztek innen. Lát bármiféle hasonlóságot? A Brenner most nem tudta, mit is mondhatna erre de a kezetlen nő mindig tudta, mit kell mondania. Az emberek celben soha nem ismernének fel, még akkor sem, ha nem lennék ötven évvel öregebb és ötven kilóval nehezebb. Még akkor sem ismerne fel senki, ha pontosan ugyanúgy néznék ki, mint ahogy akkoriban kinéztem. A felejtés áldás, ezt tudnia kell, kegyelem és ezzel az áldással a Jóisten túlzott mértékben is ellátta a cellieket. És a saját bátyja? Mégiscsak találkoztak, nem? Mint mondtam áldás, kegyelem. De maga nem ismert kegyelmet. A maga falu színháza nem színházban játszódott. Hanem a faluban. Mondja az aranyozó húga, mintha ez a világ legnormálisabb dolga lenne és a megfelelő emberekkel adatta elő. A Lorenz, a Claire, az Andi, ezek voltak a marionett figurái, akik egy másodpercre sem vették észre, hogy már régen velük folyik a falu színház. Csak egy pár időtára volt szüksége, akiket könnyen felhetszett az aranyozó ellen. Eleinte csak egy kicsit idegesíteni akartam, adtam egy könyvet az elfinek a világító számokat festőnőkről. Nagyon érdekes könyv. Ő meg aztán azonosult a meghalt festőnővel, a Claire Caringennel. És azután jött a falu színház ötlete. Az Andi, a Lorenz majd megőrültek. Annyira meg akarták mutatni az aranyozónak. Igen, a színházban. Csak hogy maga egészen valóságosan kikezdett az aranyozó apósával. Nem, nem, az amerikai már korábban kikezdett velem. A Brenner nem értette, hogy miért pont ebben a pillanatban szólalt meg nála a csengő szóval úgy képzeld el, mint egy pénzautomatát, amely egyszerre köpi ki magából az összes érmét mert az agya most egy csapásra minden magyarázatot kiköpött, amelyek után háromnegyed éven át mint hiába kutatott. De ez megint jellemző rám, gondolta a Brenner. Most, amikor már késő, amikor a kezetlennő már amúgy is szinte mindent a szemembe mondott, Nekem csak most tűnnek fel azok a dolgok, amelyek mindenki másnak már korábban szinte kiszúrták volna a szemét. De most igazságtalan volt önmagához. Mert ki tudja, mindezek most kiszúrták volna-e a szemét, ha korábban más dolgok már nem lettek volna ott valahol az agya hátsó zugában. És azt mondja most a nélküli nőnek. Nekem már korábban eszembe jutott. A távcsöveket, amelyeket az amerikai férfi vett az ifjabb perterernél, nem elegendőek, Ennél azért nagyobb meglepetés kell egy hatvanadik házassági évfordulóra. És már régebben is gondoltam, ilyen nincs, nekik önként is dalolva kellett beszállniuk a liftbe. De háromnegyed év alatt sok mindenre gondolsz, mi sem természetesebb. És most nem volt benne teljesen biztos, mármint a Brenner, hogy korábban már nem gondolt-e a bemutatásra. Úgy tűnt neki, mintha egész idő alatt ez járt volna a fejében. Azt tudta régebben is, hogy az amerikaiak síelés közben ismerkedtek meg. És most már persze könnyedén összerímeltette a mozzanatukat, mi sem természetesebb. Az amerikai megvette a távcsöveket, mert a feleségének a házassági évfordulóra egy éjszakai bemutatást akart ajándékozni a síliftben. Felfogadta magát, hogy rendezzen egy színjátékot a maga szerencsétlen falu színházával. És aztán egymás mellett ülhettek, mindegyik a maga saját síliftjében, mert a férfi beszállt a völgyi állomáson, a felesége pedig a hegyen, azzal, hogy majd középen találkoznak. Csak, hogy a maga falu színházi csoportja nem tűnt fel az éjszakában hanem aztán mindkét nyolcvan éves lógva maradt a maga liftes páholyában, 20 méter magasan a levegőben. De most a kezet lennő egészen határozottan. A Lorenz, az Andi, meg a Claire semmit sem tettek. Én beszéltem be az amerikainak, hogy micsoda fantasztikus só lenne, amint a felesége lefelé hajókázik a liftem. Aztán megpillantaná őt, a férjét, amint felfelé hajókázik a felesége felé a másik liften. És abban a pillanatban, amikor a levegőben vannak, megáll a lift, mint egy szellemkéztől. És akkor megállt, mármint a lift. És maga voltak éppen ugyancsak semmit sem tett. Egyáltalán semmit. Mosolyog a kezetlen Most, szeptember végén, csak nem harminc fok meleg volt de a Brenner ebben a pillanatban azért egy kisé megborzongott. És momentán az alattomos kérdés foglalkoztatta, hogy voltak éppen miért a két öreg amerikait pécészte ki. Miért nem magát a gyűlölt fivért? De vannak pillanatok, amikor sok dolog eszedbe jut, több dolog jut eszedbe ezekben a pillanatokban, mint máskor hetek és hónapok alatt. És a Brenner azt mondja most. Szóval az amerikaiak azért lelkesültek annyira ezért a bemutatásért, mert már régen, a háború után is annyira tetszett nekik a lányuk esküvőjén az aranyozóval. De maga azt mesélte nekem, hogy az aranyozó nagyon megsértődött akkor. A kis történet miatt az ápolónővérrel. De ez az ápolónővér, akire szelben utaltak a bemutatáson. Természetesen nem ápolónővér volt hanem egyszerűen a nővér, vagyis a húg. Fejezi be a mondatot az aranyozó húga teljesen nyugodtan. És aztán azt mondja. Az amerikaiak telebeszélték a fejem, hogy a bemutatásnak éppen olyan szórakoztatónak kell lennie, mint a réginek a nővérrel. És hogyan csinálhattam volna ennél szórakoztatóbban? Most a Brenner örült, hogy erre nem kell felelnie. Az aranyozó kéz nélküli húga visszaült a helyére. A fényképet maga elé állította az üveg dohányzó asztalra, és olyan elmerülten nézte, hogy szinte azt hihetted, most látja először. Nem tűnt fel magának, hány mélakóros ember élt szelben? Csak nem minden családban van egy gyenge vagy súlyosan mélakóros, és elég gyakran mindkettő. Hogy is szokták mondani? egy gyomros volt, de ezt csak úgy mondják, mi sem természetesebb. És valójában csak arra gondolnak, hogy megrettentek, és ekkor már nincs szó semmiféle gyomrosról. De amikor valaki odaáll eléd, és se szó, se beszéd, gyomorszájon vág, na, nagyjából ehhez hasonlót érzett a Brenner ebben a pillanatban. Ahogy az aranyozó kéznélküli húga egyszer csak felhagyott a perfekt hochdájs beszéddel és a kihalt dialektusa egyszerre csak megtelt régi bódi szavakkal. Sok mélakóros. És a Brennert már maga a szó is teljesen mélakórossá tette. És sok gyengelméjű, túl sok hegy, túl szűk völgyek, túl kicsi falvak. Amikor teherbe estem, elrohantam a paphoz. Kedves kis pap volt ez a rejter, azt mondta a pap cel mindig is egy vérfertőző fészek volt. A gyermeke, szóval ő volt a Lorenz. És a bátya, az aranyozó meg a Lorenz apja. Én nem kereszteltem volna a Lorenz névre, de a kereszteléskor már régen megszabadultak tőlem. De régebben a gyermekeket azonnal megkeresztelték, pár nappal a születésük után. Akkor már régen megszabadultak tőlem. És többé nem is látta a saját gyermekét? Csak akkor, amikor másfél évvel ezelőtt visszatértem celbe. Akkor összebarátkoztam vele. És akkor aztán elmesélte neki a történetet, és a Lorenz képtelen volt megbirkózni ezzel, és aztán három embert rángatott magával a sírba. Semmit sem meséltem neki. Csak összebarátkoztunk, semmit sem meséltem. A Lorenc semmit sem tudott, és nem is ölt meg senkit. Kivéve a saját apját. Régebben ez teljesen normális volt. Hogy valaki felgyújtja a saját apját? Csak egy dolog nem volt normális. A bátyám iránt érzett szerelmem. Hogy teherbejtett régebben talán ez sem volt normális, de olykor azelőtt előfordult. De én... Mi sem természetesebb. Hogy azonnal bele kellett szeretnem. Ő 24 éves volt, én 17. Azonnal bele kellett szeretnem. Amikor terhes lettem, megismerte azt az amerikai nőt, és amikor megjött a gyerek, azonnal eltaszítottak. Volt még egy báty, aki már házas volt. Ő vette a gyereket magához, de én már messze járok akkor. A kórházból haza, még az éjjel, elinnen mert a kórházban kellett szülnöm, akkor nincs otthon a szégyen. A népek azt hitték, elszöktem, mert hajadonként szültem a gyereket a világra. Azt hitték, hogy a tónak mentem, de egyáltalán nem mentem a tónak. Pincérnőnek mentem Németországba, de ez sem volt sokkal jobb. A vonat elé feküdtem, de aztán az utolsó pillanatban csak a kezemet felejtettem ott. És aztán ötven év múlva visszajött, és gondoskodott arról, hogy a fia megölje a saját apját. De hát nem tudta, hogy az apja, és hogy én az anyja. De a gyűlölet, amit maga oltott belé, elegendő volt. Megvolt neki a saját gyűlölete. Minden évben egy takarékbetét könyv. Egyébként csak megvetés. Semmit sem kellett bebeszélnem a Lorenzbe. Azonnal automatikusan megértettük egymást, anya és fia. Minden magától történt. És a csekkeket is automatikusan hamisította? Na, hát ez butaság volt a Lorenztől. Aláírni a csekkeket ahelyett, hogy hozzám jött volna, ha pénz kellett neki. És az elfilopta el a Lorenznek a csekkeket az aranyozó kastélyból. Magának meg a liftkulcsokról gondoskodott. Claire, mondta a Claire. Ennyi volt hát. Azután senki nem szólt egy szót sem. Ott ültek, mint a négyen némán, miközben a tévé is hang nélkül ment. És amikor a Brenner lassan kezdte összeszedni magát, és amikor neki készülődött még egy kérdéshez, már túl késő volt. Írtózatos víjogás riaszotta fel őket, és tépte ki a levertségükből és a személy, aki ezt a jajt okozta, addig nem vette le az ujját a lenti gombról, amíg a kéz nő meg nem nyomta az ajtónyitót. Pár pillanattal később két csendőr zúdult be a szobába, elől a kollarik, mögötte a hochreiter. És még bent sem voltak rendesen a lakásban, a kollarik már a lelkét is külvöltözte. Ha ugyan lehetséges, hogy még mindig egy és ugyanaz a lélek üvöltözött abból a testből. Mert a kollarik volt az, akit a celliek mindig koleriknek neveztek. Na most, miért üvöltözött annyira a Brennerrel? A Brenner csak annyit értett, hogy a taxis Goggenberger följelentette, mármint őt, a Brennert és igaz, hogy a hochreiternek egyel kevesebb csillaga volt az egyenruháján, mint a kollariknak. De miközben a kollarik még egyre csak üvöltözött, a Brenner súgott valamit a körzeti felügyelő a hochreiter fülébe. A hochreiternek olyan vörös bőre volt, hogy azonnal láttad vitorlázás vagy gletschersíjel is. Ám ennek ellenére az arca a Brenner minden egyes szava után egyre vörösebbé vált és aztán az ellentét a kék egyenruhájával, mi sem természetesebb. És még a kollarik is abbahagyta az üvöltözést, amint meglátta, hogyan lesz egyre vörösebb a hochrejter. A többi már gyorsan történt. Mert szóval, ilyen dolgok hónapokon, éveken át húzódnak, és aztán, ha vége, olyan gyorsan zajlik minden, hogy szinte észre sem veszed mert a kéz nélküli nő a legcsekélyebb fáradtságot sem vette bármiféle tagadásra. És akkor a Hochreiter azt mondja, de érdekes, hogy mekkora tisztelettel a hangjában. Remélhetőleg tisztában van azzal, hogy velünk kell jönnie, Frau Antretter. És ezzel eljött a kollarék pillanata, mi sem természetesebb aki amúgy is olyan dühös volt, hogy nevetségessé tette magát az üvöltözésével. Velünk kell jönnie! Na, ez volt a hívószó a Kollariknak. Olyan gyorsat te még nem láttál, ahogy az aranyozó húgánál termett, és már elő is rántotta a bilincset. De a kéz nő mindössze egy zavart mozdulatot tett, miközben részvéttel teli hangon ezt mondta, most nyilván nem tudja, hogyan is tegye rám a bilincset. 14. fejezet Ahogy a Brenner a szövalk lakása ajtaját kinyitotta, úgy tűnt neki, hogy valóban háromnegyed év telt el. Pedig egyre másra felutazott, mi sem természetesebb, hogy megnézze minden okéje a lakásban. De most valahogy olyan szentimentális érzés fogja el, mert a celli ügy lezárva, és mi lesz most a Brennerből? Azt azért nem szabad elfelejtened, hogy kimondottan Mázi volt, hogy rögtön megkapta ezt a szerződést, miután lelépett a bűnügytől. Egy dolga azért még akad. Mert most végre meg kell írnia a jelentését a Meyerling nyomozóirodának. És mivel tudta, hogy ha azonnal nem írja meg, akkor csak soha napján írja meg még egy kávét sem csinált magának. Csak gyorsan bedobott egy tablettát, mert az első, amit még a vonaton vett be, nem használt egyáltalán semmit. Aztán rögtön kipakolta az írógépet. És ebben a pillanatban, amikor éppen fel akarja írni a dátumot, megszólal a telefon. Na most, oda menjek, vagy nem menjek oda, de a telefon egyre csak csöng, szóval oda megy. Halló, itt Brenner! Gratulissimo, Brenneró! Sajnos téves számot hívott ez az automata üzenetrögzítő. Legalázatosabb, jól adod, ez meg itt az automata kérdés feltevő, a Monsör Mandl! Sajnos csak negyed vonalam van, Mandl. A szomszéd is akar telefonálni tudsz rákötni egy üzenetrögzítőt. Csak nem te vagy az személyesen, Brenner. Mit akarsz, Mandl? Egy interjút a zseniális titkos ügynökkel. Menj a nemechez, ha szívesen csinál ilyesmit. Ez a munkavégzés akadályozása, Brenner. És ha most csöves leszel, kifizeti a te munkanélküli segélyedet, ha én nem tudok dolgozni. Nem leszek munkanélküli. Már várja a következő eset a zseniális titkos ügynököt. Na, ez érdekelni fogja az utolsó olvasónkat. Nincs következő eset. De szigorúan bizalmas ügy, még nem beszélhet róla. Az utolsó olvasónk ezt tökéletesen meg fogja érteni. Figyelj, Mandl! Vagy beszélsz rendesen? Hogy elmeséled nekem, hogy találtad ki? Ugyan mit, Mandl? Hogy a kezetlen német nő az aranyozó testvére? Ez a te érdemed, Mandl. Te, figyelj! Ez engem a legkevésbé sem lep meg. Amikor a hamisított csekkek felbukkantak, amelyeket a Lorenz írt alá a két parszon nevében. Egyedülálló rajszeltség a Lorenz. Neki egy aláírás, mafu? Na és biztosan emlékszel még a cikked címére. Egyedülálló írói tehetség a Mandl. Egyedülálló. Na de most mégis némi segítségre szorul. Halottak feltámadása. Aufersteung der Toten. Jaja, ja, persze. Pedig még nem is volt húsvét. Na és ezzel akkor mire céloztál voltak éppen? Hát arra, hogy a parsonék a haláluk után még csekkeket töltenek ki. Szóval, mintha csak feltámadtak volna. Jézusnál sem volt tökre másképp. Vagyis több szám, a halottak D. toten. Birtokos eset, a halottaknak a der toten. Ha nem mondod, hülyén halott meg. De Jézusnál egyes szám lenne, a halott férfi feltámadása, Auferstehung des Toten. Na ja, de mondd már meg, Brenner, mi miatt kérdezgeted ezt az egészet? Miért? Kérdezgetem, Mandl. Így mondjuk. Miért? Nem mi miatt. És hogy szólna helyesen, ha azt mondanánk, hogy az aranyozó húga feltámadt? Na ja, aha, értem már. A halott nő feltámadása. Szóval ugyanúgy, ahogy írtam, Aufwärtsdahung -e der Toten. Pontosan. Különben mi miatt is lenne nyelvtanunk? Adóden, detektív. Na, az utolsó olvasónk büszke lesz rád, Benner. És a halott nő ötven év múltán feltámadt, hogy megöljön két másikat. Eléggé keresztényetlen feltámadás gyakorlatilag. Talán csak idegesíteni akarta a testvérét. A kísértet trükkje, de nem sikerült. 50 év múlva felbukkan, de a celliek egyszerűen nem ijednek meg. A kísértet totál elfeledve. Egy kicsit kavarni kell cellben. Történeteket terjeszteni. A pogány egy házat felhet szelni. De ti még mindig nem ijedtek meg. Pontosan. Olyan gyorsan azért nem ijedünk be. Ezért a kísértetnek még többet kell kavarnia. De ti még mindig nem ijedtek be, Mandl. De attól már megijedünk, én és az én utolsó olvasom, ha nálunk halottak utaznak a síliften. De csak akkor, ha nincs napi jegyük. Menj már, Brenner! Mit csinálsz ének évadján egy napi egyel? De egyet még meg kell magyaráznod. Miért volt a kísértet olyan körülményes? Szóval szerintem a kísértetek normál esetben nem ilyen körülményesek. Normál esetben a kísértet pisztolyt ránt, és nem síliftet. Kivéve, ha a kísértetnek nincs már keze. Logikus, ha nincs már keze. Így jobban tud bánni a durva lift kapcsolóval. Te mondád, Mandl. De hogy tud rávenni téged egy kísértet arra, hogy ének évadján beülj egy síliftbe? Hogyan csal Nagyon egyszerűen. A Brenner egyáltalán nem vette észre. Mármint azt, hogy miközben a bal kezével még mindig a kagylót tartotta, a jobb mutatója, mintha saját életet élt volna. Mert egyszerűen lenyomta a villát, és ezzel megszabadult a mandultól. Őszintén szólva a mandlnak semmi tehetsége nem volt az újságíráshoz. Minden részlet érdekelte. De hogy hogyan tették tönkre a Lorenzet a szülei, aztán az aranyozó és a húga, egyik brutálisabban, mint a másik. Na, ebből a mandl gyakorlatilag egy görög tragédiát csinálhatott volna. De nem. Na most talán mégis létezik telepátia, vagy mi a bánat, mert abban a pillanatban, amikor a Brenner arra gondol, hogy milyen kár a kéti ringerért, és hogy talán mégis felhívja egyszer, elvégre ideje most lenne rá, megint megszólal a telefon, és már megint a Mandl visen természetesebb. Az Antretter húgocska rendőrségen azt vallotta, hogy a Lorenz volt, aki a liftkulcsot és a csekkeket megorganizálta a nagybátyánál. Hát, így is lehetett. Mondja a Brenner. Mert hát az elfinek most volt egy halott apja, aki hivatalosan sosem volt az apja. És abba hagyta az iskolát. És persze állásra semmi reménye. És a Lorenz halott. És az egyetlen ember, aki gondoskodhatna róla, börtönben ül. És a Brenner most azt gondolta, hogy az elfi meg ül, és ez éppen elég büntetés. De a Mandl azt mondja. Éppen most adok le egy frissen legépelt cikket, ami híres embert csinál a Mandlból. Mert a riport feltárja, hogy csakis az Elfi szerezhette meg a lift kulcsot. Azon kívül ő segítette be az öreg amerikai nőt a hegyi állomáson a liftbe, miközben a kezetlen nő az amerikai férfival a völgyben várakozott. Mondj hogyan borotválkozol, ha közben folyton a tükörbe hánysz? Villannyal, Brenner. Borotválkozó habbal, mert nagyász vagyok a borotválkozásban, Brenner. De a Mandl jó ember, és most lesz egy kicsinke ajánlatot. Ajánlok egy üzletet, Brenner. És ki fog jól járni vele? Hát a kicsike, az Elfi, alias Claire Carrigan mert most az íróasztal fiókomba a cikket. És ott is marad. Mindaddig, amíg eszedbe nem jut, hogy felhívd a kedves tanárnőt, a kéti Ringert, vagy bármilyen módon kontaktálj vele. Mégiscsak csak ember vagy, Mandl. És add át szíves üdvözletemet a tanárnőnek, ha ugyanez nem számít, már is kontaktálásnak. És most a jelentés. Olyan gyorsan azért nem megy, gondolta a Brenner, és ráadásul már fél hét volt. És talán beveszek még egy migradont. Mert a telefonoktól a fejfájásom még jobban szigorodott, pi sem természetesebb. De előbb még kimegy a postaládához, hát ha jött valami örvendetes. De csak egy szövalk levél. Olyan hivatalosan néz ki, hogy a Brenner inkább ki sem nyitja ma. És most a jelentés szívesebben lefeküdt volna, pedig még alig múlt fél hét. Mert három migradon és a legcsekélyebb hatás nélkül. De nem csoda. Mert erre az évre még emlékezni fognak az emberek. Mert egyet azért ne felejts el. Már szeptember 25-e volt. És még mindig 27 fog. És 13 órával később a Brenner arra a zajra ébredt, amit a házmester csapott a hólapátjával. Akár hiszed, akár nem. Vége. Felolvasta Biborka. És Kukus 42.